és uraim! Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebesti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. Hajam, jó? Jó, jó. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello, drága debreceniek! Szép reggelt kívánunk mindenkinek! Hello, Jani! Sziasztok! Jó reggelt! És a frissen meggyógyult, imáron kisimult, ex-születésnapos Feri! Hello! Hello, Feri! Jó, ketten támogatják oldalról. Fogytál, vagy hánytál? Mind a kettő. Mind a kettő, viszont szeretném még egyszer elmondani, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy bárhova mentem az elmúlt kettő napban, mindenütt azzal fogadtak, hogy a WC arra van, hogyha baj lenne. Ugye a dugó kijön a hátsóból, ha jól emlékszem, valami ilyen volt, és onnantól kezdve minden kifolyik, ami benne van. Ez a része nem volt a dolog. De meggyógyultál. Meg, jól vagy? Kicsit fogytál. Egyébként most tök komolyan mondom, hogy fogytál. Egy 6-os ledobtam, de volt miből. Igen, ugye, hogy úgy kicsit. Megdöbbentően 120. Ugye? Pedig gondoltam rá tegnap, hogy szülinapod van, de nem volt egy hatalmas nagy daj, nem? A legnyomorultabb születésnapon vagyok túl, mert ugye elkezdtem korábban szervezni a dolgot, hogy így néhány barátommal, meg mit tenni a rokonok, összejövünk szombat este, és akkor lesz egy nagy akármicsoda, én reggel 6-kor még csúszok hazafelé valahol a fővárosban, és az milyen jó lesz. Ehhez képest 2 szódavizet bírtam meginni, ugye, mert az antibiotikum az nem kívánja az alkoholt. Azt nem szereti. Én ott elüldögéltem a sarokban, mindenki nagyon lapogatta a hátamat, hogy mekkora buli van apád, de jó, jól érzed magad, mi? Kösz, Feri, kösz, ráadásul te állod a cehet, óriási, Feri, óriási. És tényleg így volt, honnan tudtad? Há, ismerlek, hogy nagy vonalú vagy. Há, persze, úgyhogy ezzel nagyobb mókáztunk, muriztunk, de ennyi volt gyakorlatilag a születésnapi móka, illetve mondanám neked, hogy tegnap kollégáim köszöntöttek. Bizony. A debreceni tényleg? Szállásunk erkényén fedett szállást ígértem, és hűtött italokat, mind a kettő megvolt. Nem, kérlek szépen, a Zsuzsi, a Jani és a Laci átkopogtak hozzám, és azt mondták, hogy az nem állapot, hogy mi nem iszunk meg egy fröccsöt, egy pont ennyit ittunk, vagy azt hiszem 2, és jelentem neked, hogy Vadon János a turnét ittasan kezdte. Nem egy, csak nagyon picit fogyasztottam. De már dodogsz is. És alapvetően mondjuk, persze természetesen azért mentem át, hogy a Ferit felköszöntsem elsősorban, de azért egy picit elmosolyodott a Zsuzsi is, és átmentem azért is, hogy szóljak, hogy picit aludnék még, ha lehet. És hát ahogy ő elmosolyodik, ugye? Tehát az elsődleges indok a szólás volt, hogy aludnál, igen, és ott ragadtál? Igen, mondom. Hát az volt az első, benyitottam a szobába, és elkezdtem hallani a fal túlsoldáról, hogy valami szól. Tehát így úgy apostrofáltam tegnap nekik, mint hogyha valaki magával itt volna egy nagyobb testű emberszabású majmot, és éhes lenne, vagy megijedt volna valamitől az állat. Olyan hangot hallottam a másik helyiségből, és akkor kimentem a teraszra, mondom, nem hiszem el, basszus, hogy megint kifogtam azt a szobát, ami mellett bulizik valaki vasárnap este 11 órakor. Hát aztán láttam, hogy az ittas társaság az a stábunkból áll. Egymás mellett volt a szobánk és az erkélyünk is, Jani kijött, ugyanezeket a szavakat elmondta a Zsuzsinak is, aki átettől nyilván boldog volt, hogy rögtön lemajmozták, majd egy darabig kokettáltunk az erkélyen keresztül, és utána azt mondta, hogy átjön és iszik egyet, úgyhogy ez volt a móka. De fel akartam egyébként köszönteni tényleg a Ferit, csak amikor a Mester Cukrász haveromnak mondtam, hogy széntorta nem értette. Meg tudjuk, nekem nem ment a hasam, az meg a Laci. Csinálni, meg tudjuk csinálni, csak el kell mondjuk tatabányára kíványászt. Igen, hallod, egy téglezárt tárnát kell felnyitni azon a kívóhoz. Na gyerekek, hát megérkeztünk. Komoly utazások. A jó idővel együtt. Viharok, és nem tudom, mi közepette tegnap este. Az egyik dörgés 4-12-kor akkorát szólt, hogy mesztelenül feküdtem az ágyba, de majdnem kiestem anyósom kutyájára. Az csak a Feri volt mellé feküdt. Bocsánat, álljunk már meg. Kinek a kutyája van itt? Hát kérlek szépen, nagyon nagy kalandokat élünk át, mert anyósom kutyáját hozom a héten. Most mondjuk együtt azt, hogy lúzer. Nyugodtan. Lehet, gyerekek. Anyósom rám bízta a kutyáját, gyerekek. Ha a kutya eltűnik, ha bármi baja lesz, ha csak látom rajta, hogy a hajaszála megdörgül. Annak készpénzben 50 rugót adok. Ölni fogok, mert anyósom ránk bízta a kutyát, Bobeknak hívják, 3 kiló, ha? Írtózatos fenevad, de... Ott sokkal nagyobbnak tűnt a kedves mama. Igen, de a Bobekot nagyon szereti. Én mondtam neki, hogy mama, nem rossz ez a Bobek név? Azt mondta, nem, ő ezt nagyon szereti. Úgyhogy hát nálunk van anyósom kutyája, gyerekek, nem lehet baja. Nem lehet baja. Bármi van, én felelek érte. Úgyhogy... itt van a stúdió, hogy teszünk róla Facebookot. Fenevad, nem? Így szépen, cuki. Facebookra képet. Hihetetlen fenevad. Tegnap este még kutyasétáltatás. 11:30-kor Viki sétált. Ma reggel, gyerekek, én sétáltam a kutyával.
fél hatkor ott próbáltam rávenni egy gitteljen, bár egyet. De ott hagytad, nem? A gittet ott hagytad. Hát erről majd külön akarok, mert nekem nagyon régen volt kutyám, és van egy csomó kérdésem, ami megfogalmazódott bennem ilyenkor, hogy mit lehet csinálni, meg mit nem lehet csinálni, de majd erről hogy, később. Hogy egy kutyások... többször is szarít. Nem, kutyás segítséget, vagy kutyások segítségét akarom igénybe venni. Na mindegy, a kutya egész héten nálunk van. Nagyon kell rá figyelni. Jó? Nem lehet jó, bajom. Jó. Anyóson megöl. Speciális diétája van, vagy bármi? Igen, egyfajta kaját tud csak megenni, minden mástól rosszul lesz, nem etethető, nem fogadhat el senkitől semmit, nem lehet kisnasiztatni, mert megfekszi a gyomrát. Figyelj, olyan érzékeny, egy bizonyos helyen tud csak aludni, úgy tud csak kakilni, hogyha nem nézed. Ez pedig a hasad. Csak mondom, úgy tud kakilni, ha nem nézed, nem mer fölmenni a lépcsőre, mert nem tudja, hogy mi az, liftbe nem száll be. Úgyhogy... Jaj, de jó. Nagyon barátságos, nagyon jól el voltunk veletek, nem? És még van egy csomó minden más. Ne eltessétek, jó? Tehát nincs ilyen kis jó szeretet falat, meg ilyen kis jó, gyere, gyere, azonnal megmurdál. Tehát onnan fogom látni, hogy a kutya megzabált valamit, hogy nem él. Semmit nem bír. Egyfajta kutya kaját tud megenni, mindent kihány. Kicsit bolond a kutya. Makréla pástétom az északi jegesleggel. Lazac kaviárral. Ezt még azért merem mondani, mert fél hétkor még az anyósom alszik. Kicsit flugos a kutya, de nagyon-nagyon szeretjük. Van külön ruhája. Külön ruhája van, sétáló ruhája, viszont abban nem hajlandó kimenni az utcára, mert szégyellő. Ez tök komoly. Tehát ezt hallásra fölveszi otthon, nem megy addig sétálni, míg a ruha rajta van. Azt mondja, akkor vegyék le. Nagy, nem? Ő nem sétál ruhába, tudja? Van önérzete. Érted? Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon kell figyelni rá. Hogyha ilyen viszonylag kevés fóbiája van a kutyának, akkor hagyd tegyen fel azt a szerintem kézen fogok kérdés, hogy a mama miért tartja? Hozzánőtt már. Figyelj, ő nagyon-nagyon-nagyon együtt van ezzel a kutyával. De nagyon cuki egyébként. Ő egyik a fajtájtéként, ő mi egy valamilyen genetikai kísérletnek áldozatul esett komondor? Nem, szerintem az van, hogy valami, nem tudom, két komondor összeállt, tudott, csináltak egy gyereket, és egy ilyen negyed még így kiesett a kutyából, és ő jött ki. Fia, valami rohadtul elcsaptam a gyóruvat, hallod, ebből valami nagyon durva lesz, nézd már. Igen, egy komolyabb ajtócsukás elég neki, úgyhogy... Te cuki. Nagyon-nagyon cuki, csak vigyázzatok rá, jó? Optikai tuningos egyébként a kutya, nem láttátok még itt, hallgatok, mert egy 6 kilónak simán kinéz a szőr miatt. De csak a szőr miatt, ha levágod, akkor úgy néz ki, mint egy fehér szúnyog. Konkrétan. De tényleg, ugyanis a szőr át eltűnik róla, és rájössz, hogy az egész kutya ekkora, csak a szőr miatt háromszoros méreteket ölt, ráadásul megázott, úgyhogy most kicsit be is göndörödött. És ha le van vágva a szőr, akkor még komolyabb, ha lehet ilyet mondani, a kisebbségi komplexusú. Az ilyen pici testű kutyáknál simán előfordul, levágják szőrét, és akkor... Viszont bárki bár minket a héten, bármelyikünkkel, csak mondom neki, Bobe, kapd el torokra. És... Igen, és rögtön beszalad a kézi bőröndödbe. A nagyon veszélyes Bob és Bobek című rajzfilmből kapta onnan, a nevét. Onnan, Bob és Bobek, és abból lett ő a Bobek. Na, hát de mi ez a jó Bob? Idő? Tessék? De hol van Bob? Hol van Bob? Őt álmában megfojtotta még a gyerek ágyban. A Bob a gatyámra van két B betű tetoválva ide. És középen az O betű. Na, hát mi ez a jó idő? Nálunk is ez van Pesten, tehát ne ostorozzátok magatokat. De hogy lesz ennél még jobb, ugye? Csütörtökök, 9 fok. Hóesés, 5 guba, kitartja? Nem lesz. A hétre egy hóesés, igen. Én vállalom. Gyerekek, az Alpok aljában hóesést mondtak csütörtökre. Igen. Azért az egy ilyen téli bocsor. Azért az jó messze van. Érted, ugye? Jó, de Jani, csütörtökön Győrben vagyunk, az már nincs messze. Jó, tessék, kékes hóesés, 5 guba, kitartja. Tartom. Tartod? Tartom, nem lesz. Ezt most lehet, hogy elbukom. Jó, havas eső is jó, jó? De ja. Nyilván, igen, megnéz egy kis köncítálás. Na jó, ha már köd lesz. Jó, oké, bevállaltam. Szóval nem lesz túlságos a jó idő, de ez minket egyáltalán nem keserít el, leginkább azért, mert itt benn meleg van. Szimpatikus gyerek, mi? Ugye? Nem, eddig, most, de komolyan tényleg... mondom, de megyünk majd ki, úgyhogy nagyon drágák vagytok, próbáljuk meghálálni, hogy itt vagytok. Eddig igazából keresztül, 6 éven keresztül mindig jó időnk volt. Ez az első olyan, amikor nem mondanak túl jót, de én még hiszek a közösség erejében, hogy valamit így majd meg tudjuk mókolni az időjárást. Eurovízió, ki látta? Láttátok? Hello, lányok. Kicsit visszafogottam, ketten jelentkeztek. Igen. Nem volt nagy érdeklődés. Láttátok? Igen. Igen, na majd beszélünk erről a... A vélemény? A jelenségről. Igen? Gyerekek, én nem akarom most magam fényezni, mert miért induljon úgy egy turné, hogy magamat fényezem, nem? Tehát, miért ne, mindegyik úgy indult. Ki mondta meg a múlt héten... Legyen ez egy picit más ez a turné, mint a többi. Ki mondta meg a múlt héten élő adásban, hogy Conchitára tessék odafigyelni? Én. Hallottad? Ki mondta, hogy gyerekek... Mondta a Balázs? Drukkolunk ára, hiszen... Na, jó van. Köszönjük egy ajándékcsomagot gyorsan. Azom. Csütörtökön és pénteken is, mikor ugye beszéltünk az Eurovízióról, mondtam, hogy Kálai Sandersnek drukkoljunk, de erre a Conchita lány, fiú, kettő között nem tudom mire. Tessék odafigyelni, és odaért.
Tehát egy szakállas nő nyeri az Eurovíziót. Hát ez a dolog, végre rájöttek, hogy miről szól ez az egész, nem? Miért ez erről szól, hogy szakállas nőket kell indítani? Nem tudtam. Mióta kampányolok Szintiboly és Ilonka mellett, gyerekek? Hát nem nyernénk hát, meg, ha egy szakállas nő nyerhet az Eurovízión? Hát miről beszélünk? Mindenki megy, vakít, hatalmas produkció, brutális ének, kijön egy szakállas nő énekel és megnyeri. Hát én is arra fogadtam egyébként, hogy egy duett nyeri. És tényleg. Two in van. Nagyon durva, mert a Beni is nézte, de majd erről később beszélünk, hogy azért ilyenkor tényleg mit mondasz a gyereknek, nem? Igen. Család úgy bekészül, gyerekek leülnek, jön az Eurovízió, nézzük a fesztivált, megjön egy szakállas nő, tett helyre 6 éves gyerek fejébe, hogy na ez most mit látott? Nem az a baj, vagy kuki van a gatyóba, tudod? Tehát, hogy így hova teszed? Nem az a probléma szerint, hogy mit mondasz a gyereknek. Az a probléma, amikor a gyerek kimegy, és kisvártat visszajön filctől a felrajzolt szakállal szoknyában. Igen. Az a baj. Na, nagyon sok mindennel készültünk egyébként. Van egy csomó ajándékunk, amit szeretnénk majd kiosztani. Itt a helyszínen részt lehet venni különböző játékokon. És ami a leges-leges legfontosabb, hogy minden helyszínen, szóljatok, ha valamit rosszul mondom, mert annyi minden van, hogy még én is hibázhatok. Ki kell tölteni... Nem. Ki kell tölteni a regisztrációs kártyákat, ugye? Regisztrációs kártyákat, amiket... Tőlük kérdezed? Hát, ha már töltöttek. Várjál, volt valaki, aki regisztrációs kártyát töltött? Még nem? Ne, ott hátulja ő, hostess velünk van, nem érdekel. Igen, pirosban van, hostess. Szóval, hogy regisztrációs kártyákat kérjetek a hostessektől, ugye Zsuzsi? És 100 000 forintot lehet minden helyszínen nyerni. Aztán, zsebbe, állambácsi, nem tudja, odaadjuk, berakod, elmész. Nem szólunk, nem jelentjük, nem hall minket senki. 100 000 forint, ez csak egy ilyen kis extra bónusz, nem? Ez csak egy ilyen kis plusz ajándék, így az itt áldogálásért. A kívül értitek. Úgyhogy ezt ki kell tölteni, adják majd a lányok. Így néz ki egyébként, mondom, itt van a regisztrációs kártya, jó, de osztogatunk ebből nagyon sokat. És 10 előtt fontos, hogy aki kitöltötte, az itt legyen. Ha van dolga, akkor gyorsan intéz el, de lehetőleg maradjon itt, mert 10 előtt sorsolunk valakit, és csak az nyerhet, aki akkor éppen itt van a helyszínen. Jó? 100 000 forintot egyébként. Lesz még egy csomó minden más versenyünk is. Mit lehet még? Tabletet is lehet nyerni, úgyhogy tele vagyunk egy csomó mindennel. Így van. Minden kérdésre válaszoljatok. A tollal felírt kérdést, hogy a mellcsípő derék, azt én írtam rá. Az nagyon fontos. Aki azt nem írja be, az itt nem van fönn a fényképek hátul a sátor mögött. Igen. Na, egy kis gyors közvéleménykutatás. Feri, tarts oda, így lányok, fiúk elé mikrofont. Bírjátok még, csajok, a hideget egyébként? Bírjuk. Bírjátok még? Igen. Hétvégén is ilyen idő volt nagyjából, nem. Ugye? Nem? Most, hogy megjöttünk? Tegnap még napoztunk. Ja, köszönöm. Aranyos vagy. Azt kell válaszolni, hogy mindegy, csak hogy itt vagytok. Igen, ez a lényeg. Itt az elsősorban a farmer kabátos lány nagyon fázik, hello. Nagyon fázom. Nézd meg, milyen hideg a kezem. Na, igen. Nem is hideg. Fog még egy kicsit. Ja. Hogy hívnak? Dóri. Dóri, mióta vagy itt? Hát 6 előtt érkeztem. És maradsz a végéig? Persze, minden évben. Ú, gyerekek, forró teákat kell osztogatni. Nagyon durva. Azt várom egyébként. Igen? Kérdezed teát? Hozunk. Ott hátul nagyon van szívesen. Ott van, ott lehet kapni. Mindjárt szemét vagy te, mindjárt nyitnak a kávé. Ne, hozunk egyet. Hozunk neked egy teát. Készültünk te a porral? Vagy filterekkel? Te a porral. Igen, készültünk forró vízzel. Hát mi hozunk el egy ilyen bödön forró vizet, egy ilyen tűzmelegítőt, vagy valamit, és akkor forró teát fogunk osztogatni. Egy 50 literes ízére kéne egy kondénzzal főzni. Ilyenkor kellene itt egy ilyen gulyás ágyú. De most komolyan. Leves, persze. Bukta. És osztogatni gulyás levest? Hát nem, az gulyás, hogy nem, tehát abban bármi mást is lehet főzni. Mindegy, ez nem érdekes, hogy nem voltam korán reggel. Nem értem, hogy a gulyás levest még kell fölülni az égre. Így van, és furák a robbanások. Furák vagytok ti katonák, hogy a gulyás levest az égre lövitek. Na, hát az időjárással nem tudunk mit csinálni, de mindenkit várunk a helyszínre természetesen. Jó, ez a Csapó utca és a Dósa Rádor tér kereszteződése. Annyira szépen oda mentem a tavalyi klasznyár helyszínre, és gondoltam, hogy az üvegstúdió azért kicsit kisebb lett, mint tavaly volt, majd nem látom konkrétan. Kezdődik. Hol vagytok? Álltam itt a nagy templom előtt, egy lélek nem volt. Én úgy tudtam, a tavalyi helyszín, de tavaly ott voltunk. Nem, az a nyári volt, az a klassz nyár helyszíne, de a tavaszi kitelepülés sorozata, ugyanitt voltunk. Aha. Hát a rövid távú memóriám, én már csak egy évre visszamenőleg nem tudok gondolni, de beütöttük GPS-be, és ide értünk. Jól van, na, Óven bácsi, Beru néni játékosaink, potenciális játékosaink vannak? Helyszínről választunk majd, csak mondom, aki úgy érzi, hogy bemegy. Na mi van, senki nem akar játszani? Be kell ám jönni ide az üvegstúdióba. Bizony. És, Feri, nem tudod? Nem. Csak mondom, mit csináltunk a múlt héten, Jani? Mit csináltunk? Túl lett.
Mit csináltunk? Hát én ja, hoztuk a hetet, és nem gyengén. Én 2-0-nál hagytalak el benneteket, és mi lett belőle? Megmondom, neked 4-1. De gyönyörű, tapsoljuk meg ezt a két csodálatos férfit, ezt a két hímálatot, ezt a két srácot, aki leigázta Magyarországot fekete-fehér igenemben. Igaz, hogy beépített játékosaink voltak, de 4-1-re hoztuk. Nem, semmi gond nem volt, egy 4 éves kislány volt az egyik, aki ellen játszottunk és győztünk, a másik pedig egy elefántcsontparti srác, aki egy nappal korábban tett el az állampolgári vizsgát. És csak annyit tudott meg, hogy igen, nem. Rommá vertük őt is. Na, úgyhogy lehet jelentkezni a játékra, jó? Bobek, na. Torokra, az anyósom kutyája. Nagyon vigyázzatok rá. Lehet jelentkezni a játékra, egészen nyugodtan. Új hét indul, végigjátsszuk a hetet. Itt vagyunk mind a hárban, bárkit lehet választani. Úgyhogy tessék jelentkezni, várunk közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show, nagy tavaszi országjárás 2014. Élőben, Debrecenből. Morning Show. Szefemen. 3:47 volt, 3 perccel, jó reggel, drága Morning Show hallgatók, hello! Sziasztok, jó reggel! Hello! Bírjátok még csajok, fiúk, esernyővel, kabátban, bírjuk. Helyes, nagyon-nagyon-nagyon lelkesek vagytok. Milyen az időkint? Őket kérdezed, vagy engem? Várj, egy kicsit beállok ide az ernyő alá, most már jó. Most már jó? Picikét fúj a szél, de nem fázunk, a szeretet összetart bennünk, úristen, Kozsó is itt van. Igen. Atyaisten, gyerekek, hát lesz ez még rosszabb, erre kell gondolni, tehát Székesfehérvár, Győr, velük kell majd valamit csinálni, hálózsákukat és sátrat osztani. Ma még, bizony. Állítólag ma még egyébként azt mondták itt valami helyi lakos Debrecenben, hogy még a nap is kisüt. Hoppá! Aha, igen, hoppá. Igen, de tegnap igen. Jött itt egy bácsi állítólag, aki a helyi időjós, de itt az volt. Igen, igen. Két ápoló kísért, és hátra volt kötve a keze. Kaptál teját, szívem? Igen, és azóta nagyon jó. Nézd figyeljetek. Meg, egy tea is boldog. Csak mondom, hogy nagy mennyiségben kezdtünk-e teát főzni. Egyelőre az infrastruktúránk még nem erre van kialakítva. Tehát filtert lógatunk át poháról pohára, de készülnek a teák. Legalább egy 10-15 pohárral így az első adagban. Úgyhogy hostess lányainkat ráállítottuk. Csak teát főznek. Ennyi. Jó? Újra ízésítik azokat a teákat, amiket a Bali nem fogadott el, mert túl cukros, túl sós. Nem, túl savanyú. Készülünk. Mindenki másnak jó lenne. Örgré, zöldet kértem. Készülünk nektek teával, jó? Úgyhogy főzünk, tartsatok itt, tényleg egy kicsit segít. Na, mi pedig ugye mondtuk, hogy a helyszínről választunk játékost, aki már itt is van. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Beszállt, milyen rendes, mi? A sok férfi nevetésben egy női nevetés. Jól jön az. Gergő, hello, jó reggel. Hello. Szóval beszélj bele, Márján? Egy-kettő. Nagyon jó, hello, Gergő. Pici hátrányból indul a játék. Gyerekek, hát ma annyira nyerni akarunk, hogy már mikrofont csaladunk neki, igen. Nagyon fázol te is, Gergő. Igen. Ugye? Na, de majd most itt kicsit átmenekszel nálunk. Aztán igen, megint maradok. Igen, vagy figyelj, mindenki, aki ide bejön, már maradhat. Jó, és a végén itt 20-30-an áldogálunk. Gergő, mi újság, suliba? Dolgozni? Hát mentem volna. De? Beszippantottunk? De utána mész majd? Nem. Ma semmi? Nem. De hogy? Hát már minek, nem? Így lenne órám, 10-ig. Milyen iskola ez, hogy 10-ig van óra? 10-ig van órád? Így van. De mi mit tanulsz? A Műszaki Egyetemen tanulok. Vagy a Műszaki Főiskolán. Na most vagy akkor vagy most melyik is? Vagy az egészségügyi. Picit bizonytalan vagy. De hol is tanulok? Hova iratkoztam be? És utána az, 10-ig vagy az egyetemnek a műszaki karán. Aha. Hát, ami távol áll tőlem, gyerekek, az a Műszaki Egyetem. Több egyetem is, de a Műszaki Egyetem, hát ott semmi jött, nem tudnátok kérdezni, mire tudnék válaszolni. Ne haragudj, buli volt a hétvégén, csak kérdezem. Nem, az elmúlt 3 évben volt buli, az a baj. Igen. Mi leszek, ha nagy leszek? Basszus. Na, Gergő. Hát hátra ne gurulj, mert ott van Bobek. Figyelj, az anyósom kutyája, nem lehet baja. Nem lehet megsimogatni? De, nyugodtan. Engedik, komolyan. Már látom, úristen, és 5 napon keresztül életben kell tartani a kutyát, az lesz, hogy szombat reggel Balázs hazavisz, és akkor mama, visszahoztuk Bobeket, még mozog. Én fogok bele bábozni, nézze, mama, nézze. Olyan fura, és mi ez a szám? Gergő, kivel szeretné játszani? János. Nagyon helyes, ez egy... Na, jó van. Kiváló döntés, jó játékos vagy? Még sose játszottam. Az nekünk nagyon kedvez. No. Reméljük, hogy így lesz. Felkészült-e, Jani? Persze, no. És én legalább emlékszem rá, hogy minek tanultam. 3-2-1, és tessék! Szia, parancsolj! Persze. Jól hallottam, hogy busszal jöttél?
Vonattal? Vonattal. Te is vonatkozni szoktál? Szoktam azt is. A tömegközlekedésről szavazol, vagy van autó? Arra. Van autó? DKV-zok, van autóm is. Itt BKV-zol? DKV-zok. Debreceni közlekedési vállalat, ezt a így van. Takarja az rövidítés? Így van. Megmutatod a bérleteled? Itt van nálad? Igen, itt van. Nem hiszem. Jó, lassan előveszem. Ki mondta, hogy igen, itt van? Azt mondtad, hogy igen, itt van? Bizony. Nem is szóltok? Sajnos, rá, nem szóltok, azért, mert debreceni, azért, mert vele vagytok. Nem szóltok, hogy ki mondta, hallottátok? Egy rettenetes igen, itt van bele durrazva, sajnos. Ennyi szép volt, Jani, mindenki tapsol Janinak. De? Ha hallottad, ezt mondom, mindenki tapsol Janinak, így néztek, nem, mi debreceniek vagyunk. Nem áruljuk el Gergőt. Gergőkém, ott volt egy igen. Bizony. Jani kizökkentett. Ki a bérlet? És ahogy látom, Gergő, tényleg csak a létszám miatt vették fel az egyetemre, rá van írva, kiegészítő tanuló. Távolságról jár. Nagyon király. Aha, persze. Így működik. Jó. De gyerekek, hány éve játsszuk ezt a játékot? 5 körülbelül. Ez volt az első olyan alkalom, amikor a Jani szemében csillogást láttál. Igen. Te is. Igen. DKV! Istenem! Hasonlítsuk össze a bérletüket. Egy tömegközlekedéses. Azért az kemény, hogy falasztok neki, debreceniek. Szóval, hogy itt senki igen. Nem tette föl a kezét, hogy ki mondta. Nézd, Borostyán, oda nézzünk, téglaház. Mekkora kamus itt mindenki. Mindenki várta a bérletet. Akkor igen, durrantottál be, és egy debreceni nem tette föl a kezét. Erre kell majd számítanom. Jani is rögtön állt fel is. A Jani, nekünk se tűnt föl egyébként. Nekem is csak szóltak, hogy ki mondtad, én sem vettem észre. Jó. Adunk egy ajándékcsomagot, ez mégis csak kitelepülés, nem? Jó, na, gyerekek, egy évben egyszer lehetünk ennyire kedvesek. Egy ajándékcsomag jár neked mindenképpen. És maradjuk itt a sarokban? Kucorodjad a Bobek, a kutya mellé. Egy a lényeg, le se vedd a szemed Bobekről, akkor maradhat. Jó? Már csak azért, hogyha támadna, akkor ki tud védeni. Jó, figyeljetek, tényleg még egy nagy tapsot Janinak a győzelemért, jó? Kösz. Te legalább igazi csapat vagy. Meg, ugye, milyen szemetek. Jó, figyelj, ez nem baj, működik itt az összefogás. Itt más, Pesten mindenkit elárul. Nézd meg, itt nem árulják el. Itt van egyfajta ilyen lokál patriotizmus, hogy itt összefognak. Debreceni nem szúrja ki Debreceninek a kerekét, meg a hátát, meg a szemét. Pesten már mi lett volna? Kimondta! Kapok érte egy ajándékcsomagot! Kapok érte egy... 300 SMS módszerolás! Kimondta, öljük meg, kimondta! És biztos 15-en már írtak, hogy kimondta. Jó, na azért abba biztos lehet, igen. Gergőkém, ügyes voltál, jó? Mi nyertünk a pontot, beszámítjuk magunknak, de az ajándékcsomag jár neked, mert turnén vagyunk, ilyenkor mi kedvesek vagyunk, úgyhogy kapsz egy ajándékcsomagot. Köszönöm szépen. Ennyi, picit maradhatsz is, fogyasz nyugodtan, de amiatt a Bobek itt van, nem minden praliné, ami annak látszik, jó? Igen, vigyázz le. Anyósom kutyája, nagyon vigyázz le. Jó? 5 perc, pontosan 7 óra, tessék nyugodtan töltögetni a kis, mi ez, regisztrációs kártyákat. 100 000 forint KP jár érte. Érdemes egyszer kitölteni, aki többször tölti, gondoltunk, erre leszámoljuk a kártyákat, úgyhogy nem érdemes 65-öt bedobni, mert a 64-et kiszedjük, és csak az egy marad benn. Tessék kitölteni, 100 000 forint készpénz nyer valaki majd 10 óra előtt, jó? Jönnek a hírek után pedig itt vagyunk mi is. 7 óra múlt! 7 óra múlt 10 perccel! Behúzom a gatyám! Csókolom, bocsánat, ne hangosak, ugye? Debreceniek, ne haragudjon, igen, drágám. Csókolom. Ablakból a néni a sikításra így kérdezi. Mi ez a vircsak, mi ez a lárifári? Csapó utcában vagyunk, kezdjük, csókolom. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra múlt 11 percen. Debrecen az első helyszín, és mondhatni, ma még az időjárás kegyes hozzánk. Kicsit hideg van, kicsit esik, kicsit fúj, de nem az az apokaliptikus vízió, amit ami az szerdán és sütörtökön mondanak, de mi jövünk, megyünk, visszük a kis üvegstúdiónkat, és számítunk a hallgatóinkra, úgyhogy... Hát itt vagyunk, és rengeteg mindennel készültünk. Ami a legfontosabb, drága debreceni hallgatóink, akik itt vagytok a helyszínen, tessék regisztrálni, jó? Elkérni a hostess lányoktól a regisztrációs lapot, kitölteni, bedobni, mindenki csak egyet, lehetőleg a többségeket, vagy a többet bedobókat kiszűrjük, kalodába zárjuk, és mutogatni fogjuk egész héten, nem ér csalni, átválogatják a lányok, egyet kell kitölteni, 100 000 forint KP a legvégén. Regisztráltál? Igen. Szerencsét. Ilyen 100 000-et itt hagyni? Kinek kell a legjobban a 100 000 forint? Tegye föl a kezét, tessék. Ja. Feri is bejelentkezett. Mit csinálnátok vele ott a barna pulóverben a hölgy? Hello! Hát, az biztos, hogy a gyerekekre fordítanánk. Valami jó kis buli lenne belőle. Egy nagy buli? Gyerekekre buli, ők nyilván 9-kor lefekszenek még kicsik, és utána igen. Pedig ti nyomlátok tovább. Igen. Jó? Már csak a maradékot. Mekkorák a gyerekek? 16 éves nagy lányom van. Ó, hát ott kell. 12-10. Mind a három lány? Igen. Hogy kell lány csinálni? Mutatom, azt mondja, mutatom. Valami trükk, hogy a hol tölte előtt a harmadik napot. Nem tudom. Igen? Nem tudom. Apát kellene, de ő még szerintem otthon durmon, úgyhogy...
apa nagyon nagy, mi most ugye Benny mellé gondolkozunk, de ez a lánycsinálás praktikáról sokat hallottam. Hát mindenki más mond, azt mondják, lugasítsak, mondom, hülye vagy, egyek citromot egész, nem mondom, hogy kell lugasítani, aztán akkor lesz lány. Terje, ezt is tudod. Most két opció van, ugye az egyik, hogy egy fegyverrel egy fél lét, tehát a második is fiú lesz. Én is ezt illetve, igen, de erre mondjuk mi azt, hogy a profi fegyver az mindent tud. Igen, ha egy fegyverrel egy fél lét, akkor nálatok csaltak, Feri, ugye? Arra, hát életben, de hülye vagyok tényleg. Azon ne gondolkoznék azért akkor. Anya. Szóval három lány. Aha. Bizony. Na most ő a 12 éves? Igen. Mert azt hittem, hogy ő a 16. Hát kicsit majdnem akkora lány, mint én, magasságra, csak sokkal szebb lánynak például. Sokkal-sokkal. Igen. Ki mit csinálna még a 100 000-rel? Végez egy kis közéleménykutatást. Elinnám. No, ide ő őszinte! De legebb őszinte. Na, ha nyerünk, akkor tudok egy jó helyet rá. Jó van. Azt mondja, itt még 100 000-rel mit csinálnál? Nem tudom. Nem áll, most ideadok 100 000 forintot a kezedbe, csak van valami tipp. Nem tudom. Határozott fiú. Tudsz mást is mondani, mint nem tudom? Nem. Oké, okay, köszönöm szépen. 100 000? Buli. Nincs egyetlen egy épp elmélyű ötlet, hogy hogyan fektessünk be 100 000 forintot? Akkor lenne 600-on, mert van nálam 500. Tényleg, most itt? Gyere csak hátra a sátorba, megbeszéljük. Te mit csinálnál 100 000 forinttal, életke? Hát mennék nyaralni. Igen. Nagy szép terv. Ez hová? Ez egy szép terv. Mondjuk. Törökországban? Picit még hozzáteszünk akkor ahhoz. Kétszer szám. Ma is nyered, holnap is megnyered. Abból már megvan. Én nem kérdezem meg, hogy a maradékkal mit csinálnál. De miért nem Szoboszlóra? Olcsó. Egy jó kis törökországi nyaralás egyébként. Gyerekek, a törökök nagyon jönnek ám föl. Még itt sokan rájuk legyintenek, hogy jó, Törökország persze. Figyelj, kiváló. Nagyon ott vannak baklavában. Jani nagy baklava fogyasztó egyébként. Kaptatok teát, drágát, debreceniek meg. Van mindenki, látom, hogy már apró kis poharat szorongat. Megpróbálunk sokat osztani. Jó, fogjátok, az legalább meleget ad. Finom? Milyen, jó? Figyelj, rózsaszín. Jó egyébként? Igen, finom. Milyen ízesítésű? Citromos. Ez? Az nem lehet. Rózsaszín, citrom. Jó. Citromnak szűnő, vagy tűnő képződmény van benne. Jó, főzik a mi kis hostess lányainkat, tehát úgy, hogy aki kér, az szeretne. Vagy aki szeretne, az kérjen, ugye inkább így? Vagy aki kér, az kap. Na, van egy játékunk, minden helyszínen meg lehet nyerni egy gyönyörű szép kis tabletet. Ez nem is akármilyen egyébként, ez egy 8-szolos tablet, 2 év garival. Tehát ebből látszik, a 2 év garival rá, vagyis nem lopott, ugye? Ez megnyugtató számadnak. És minden nap valamilyen kis aktivitást szeretnénk szervezni a tablet megnyeréséhez. Ma is meg lehet nyerni, ugye? Jani fogja elmondani, hogy lehet megnyerni. A következőt kell tenni, kedves hallgatóink, kedves debreceniek, ide kell jönni a stúdióba, be kell jönni, nagyon szimpatikusnak kell lenni, és megszólalásig hasonlítani kell. Conchita Wurstra! Aki először ide a Csapó utca és a Dósa Nádor tér kereszteződésében megérkezik, Conchita Wurst szakálban, műszakálban, természetesen igazi szakállal nem lehet nevezni a versenyre. Na most, és mi van, akinek van igazi szakálla, és nem. Mondjuk parókát vesz hozzá, hosszú fekete, nem jó? Nem, nem jó. Nem, csak jó. A Conchita műszakál, vagy jó. Apró filccel szétpöttyözi az arcát, hogy olyan borostásnak tűnjön, vagy feltesz egy műszakállat, amit majd megnézünk, hogy művel, mégpedig úgy, hogy meggyújtjuk. Ha nem fáj neki, akkor valószínűleg műszakál lesz. Ha apró pici kiegészítések vannak, esetleg egy tűsarkú cipő, vagy egy testet simuló flitteres ruha, akkor az plusz pont. Ezt először kell megtenni, jó? Tehát most előnyben vannak azok, akik még nem indultak el. Otthon, ha valaki magára tud kapni egy Conchita Wurst szakállat, akkor tegye meg. Ugye, ha valaki esetleg nem tudná, egyébként én sem nagyon tudom, mert nem néztem, de most bele kellett tekintenem, mert Conchita az egyik személyes kedvencem volt, és nagyon drukkoltam neki. Ő ugye, aki megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált, lemosta konkrétan Európát, mindenki ott a hatalmas nagy vízióval, nagy dallal, nagy énekkel, megjött egy nő, aki férfi, de mégis nő, de közben férfi. És milyen olcsó. Rögtön beszélünk erről, és megnyerte. És megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált. Egyébként van itt filcünk, igaz alkoholos. Soha hát nem jön le soha többet. Ha valaki itt bevállalja, akkor megcsináljuk neki a Conchita szakát. Te egy gyönyörű szép tabletta tét. Bizonyám. Azt nem adjuk olcsó. Nem, hát. Azt nem. Nézzünk gyorsan egy-két közlekedés, hogy mi helyzet az utakon. Trafi az északi összekötő híd... nála valamilyen kúton, gondolom a benzinkúton, a Pesten érkezőket, vagy a Pestről érkezőket mérik. Igen, ez az északi vasúti híd, onnan tudom, hogy valaki más is elküldte. 50 km/h kell menni, vagy annyival kell menni. MB küldte nekünk, hajrá Debrecen, még ezt is elküldte nektek egyébként. M1-es 142-es kilométer Hegyeshalom felé mérnek, ez Bali küldte nekünk. Ma vizsgázok, drukkoljatok, üdv Ádám. Drukkolunk? Hajrá! Megcsinálod. De hajrá! Igen. Győrben
Azt mondja, hogy sárgán villog a jelzőlámpa, egy hatalmas kereszteződésben Nagybedbe küldte nekünk, Sűsávtól Mendére vezető úton egy személygépkocsi felborult. Szerencsére az utasoknak nem esett komolyabb bajuk, tart a helyszínet és a helyszínen is Kata Mendéről, és Nyíradonyban mérik a Debrecen felől érkezőket, ez pedig Zsolti küldte nekünk. Adjátok vissza a Ferit. É, itt vagyok, csak szétnéztem közben a nem területen. Nem, nem, itt vagyok, csak szétnéztem, hogy mit lehet nálunk itt csinálni. Itt van hátul a toj-toj. Futok, ne hülyeskedj. Azért, mert hogy itt a hallgatóink áldogának, de ezeket egyébként az aktivitásainkat, ha mi nem mondjuk, hogy gyere már ide velem fűrészelni, attól függetlenül ezeket lehet csinálni. Tehát mindenütt van ajándékcsomagunk, hátul szívhangot lehet adományozni, itt pedig lehet fűrészelni, úgyhogy jöhettek nyugodtan, aki igen. A helyszínen itt van. Tudom, hogy ezt a szépséget, ami a stúdióban árad, azt nehéz itt hagyni, még férfinak is, de ha úgy gondoljátok, akkor ezeket itt lehet próbálgatni és csinálgatni. Bizony, olyannyira, hogy lehet edzeni, mert hogy nem sokára tartunk majd egy verseny fűrészelésben, és aki nyer, az brutális ajándékcsomagot kap. Hát itt csak mondom, hogy a világbajnok is lefűrészeli ezt 10-akárhány másodperc alatt, de nekünk ez egy ilyen bruttó 8 perc. 11-ig meg leszünk. 11-ig le kell együnk, és apró kicsi kis 10 centis karét vágni abból a tönkből, de majd lesz verseny, két lány vagy két fiú versenyzik majd egymással, és aki jobb időt ér el, az kap majd egy ajándékcsomagot. Így van, és a levágott korongokat egyébként majd ledaráljuk, és Feri rossznak elfogyaszt. Igen. Egyébként Feri, kérdezze akartam, mert ha már az előbb ugye egy tabletről nem, beszéltünk, nem itt, van, itt van egy film tablet csomagolása. Hallod? Ez a tied? Egy oldalán fekvő ló van rajta. Bementem az orvos, az mondta, hogy rossz helyre jött, a maga dózis az egyel arrébb van. Ez azt. Mi? Lónyugtató. Hát ez a gyógyszerem. Tényleg? Szépen, akkor, mint egy cserebogár, ebből kell háromat naponta beszedegetni. De mi antibiotikumot szed? Azt. Napi hármat? Aha. Ez milyen dózisú antibiotikum, hogy napi három? Az kis dózisú, lehet, csak mondták, hogy meg. Így van. Eredetileg rinocéroszoknak fejlesztették ki. Normál ember napi egyet szed, tudod. Hét napon keresztül nem szabad adni, Ferinek napi hármat. Ferikedik, megkeni zsírral, rak rá még egy fél karajt, és azzal. De tudod, hogyha nincsen tüneted az antibiotikumod, akkor is végig kell szedni. Igen, Ferenc, ugye? Tudom. Nem hagyjuk abba 5 nap után a 7 napos az antibiotikum. Már csak három akkor van, egy úgyhogy nap. Így van, ma estére végzek, úgyhogy ma este parti van. Az egyik mellékhatás, hogy elmegy az embernek a látása tőle, fordulj meg, Feri, háttalálsz. Olyan, ne haragudj! Jó, én viszlek tovább Miskolcra a kocsival, csak mondom. Hány napos, 5 napos, 7 napos? 7 heteske, és kaptam hozzá ezt a probiotikumot is, azt kell szedni. Semmit nem ér. Oké, király. Képzeld el, hogy lenyilatkozták, volt egy kutatás, pontosan meg ezeket a pre- és probiotikumot kutatták. Nem, csak érdekes, hogy mekkora lobby ez is tulajdonképpen. Egy független, azt hiszem, hogy norvég vagy svéd kutatócsoport megnézte, hogy azok, akik ilyen pre- és probiotikumot szednek antibiotikumos kezelés után, azoknak enyhül az émeigés, a hányás, vagy gyorsabban regenerálódik a bélflóráik, és kiderült, hogy az esetek nagy többségében nem igaz. Tehát, hogy valamit megint létrehozott ugye a gyógyszeripar, mint probiotikum, hogy szed. De egyébként nyilván a természetes az aludtejben, joghurtban azért azt használ. Persze, természetes ezek formában is be lehet ezeket vinni. De ezekre azt mondják, legalábbis ez a kutatócsoport azt mondta, kérdés nyilván, hogy kipénzelte őket, hogy nagyon ezek nem érnek semmit igazából. Azok, akik szedték, nem mutattak nagyon más tüneteket antibiotikumos kezelés után, mint akik nem szedték. Tehát ez megint egy olyan tudat, hogy már beépül, elköltöd rá a pénzt, megveszed, kérdés, hogy egyáltalán ér-e bármit. De te szedtél hozzá azért ennek ellenére? Mint a húzat. Napi egyet megiszom belőle, abból egyet, meg másból kettőt, és akkor nincs baj. Meg Ferinél ugye a mennyisége van a probléma, úgyhogy én be fogok mászni a Feribe egy vödörrel, és bekenem belülről. Figyeld, ez azt jelenti, hogy 7 napja nem iszol, azért vagy ilyen sápat? Vagy bizonyán, az antibiotikumra nem rosszul. Lehet. Mi van meg? Kicsit zöldnek tűnsz ma este, tarts ki. Figyelj, amihogy megkaptam a gyógyszert, az volt az első, hogy mindent elolvastam szépen, minden paragrafust. Ez sehol nincs írva, hogy nem lehet ráinni. Egyébként lehet. Na, gyerekek, egy picit beszéljünk arról, ami hétvégén történt. Mert háborog az internet, háborog Európa. Egyrésztről, ami a legfontosabb, hogy gratuláljunk Kálai Szanders Andrásnak, nem? Ez az ötödik hely, ez több, mint kiváló. Ez hát egy fantasztikus eredmény. Tulajdonképpen ugye minden idők második legjobb eredményéről van szó, de ha azt nézzük, hogy a mezőny sokkal... Bayer Friderika. Annak idején ő negyedik lett, de egy sokkal szűkebb mezőnyből. Jó, de rá a Híd Gyüli szavazott, gondolom már akkor. Akkor még nem. És elküldtek 1 millió szavazatot. Ja, más országban átmentek Szlovákiába, vettek szlovák telefonokat és beszavaztak. Igen, vagy ez, vagy a tisztítót. Választhattam. Szóval, hogy a Bayer Friderika végzett jobb helyen. De a gyönyörű ötödik hely, nem mondhatjuk, hogy minket jó. Nem szeretnek, nem mondhatjuk, hogy átokül rajtunk, ugye most már akkor, hál' Isten. Kálai Szanders ötödik helye. Ez, egy vidám ez... pozitív dallal. Hát figyelj, nem mondjuk, az volt, mondjuk, de... én nagyon örülök az ő sikerének, és le a kalap elől, tényleg fantasztikus, de az engem egy picit úgy meghökkentett a dal, amikor élőben láttam. Korábban is már hallottam, de azért úgy, hogy előtted 3-4-5 ihajcsúhaj dínom, dánam, rúgjuk ki a házoldal típusú szám ment,
Azután felmenni a színpadra és a családon belüli erőszakról énekelni, az bátor. És a két táncos, hogy megjelenítette, látni igen. a dolgot, nagyon kemény volt. És családon belüli erőszakról énekel? Aha. Igen. Elvészen, igen. Ez a dalszöveg? Ez, az. Igen. Nem ismerem annyira. Igen, hogy elfut, aki egy kislányról szól, akit apu otthon bántalmaz, és ugye ő az ongorista lány a magyar verzióban, csak nem mehetett ki a kislány, mert ugye 16 év alatt nem lehet szerepelni az Eurovízióban, azt hiszem, vagy 14, nem tudom. A lényeg az, hogy ő nem mehetett ki, és most két táncos formálta meg ezt a szerepet, és hát gyakorlatilag nézted, és így állt a szőr a kezeden. Igen. Komolyan, nagyon, nagyon kemény, nagyon volt. Kemény ez volt. Arról szól, így van, hogy elfutsz otthonról, és akkor aztán Kálai Sanders András kezei közé menekülsz a végén. Így van. És aztán egy diszkóba utolér, és a föld. De rossz vagy. Na. De rossz vagy, nem bizonyított még. Mit mondtok Conchitáról? Most komolyan kérdezem, tényleg, tehát leül a család, és mondjuk nézi a gyerek az Eurovíziót. Én nem szeretem mindig ezzel a gyerekkel való példálozás, és gyorsan ki is fogom a vitorlátokból a szelet, mert tudom, hogy az egyetlen érvetek. Nem. Ugye ott a távirányítól látod, hogy jön, kikapcsolod, nem nézeted meg vele. De hogy Conchita Wurst meg tudta nyerni, mint jelenség, ugye? Mit szól ez Európa, mindenki háborog, ellene vagytok, mellette vagytok, kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményetek. Azért érdekes a dolog, mert a helyszínen való fogadtatást értjük, ugye egy nagyon liberális országban rendezték meg a történetet, plusz amikor ott állsz a színpadon, és följön egy mi? Följön egy Conchita, följön egy Conchita, ugye nem rezeg a léc, tehát még ő se tudja, de mi egész biztos, hogy nem tudjuk, hogy ő kicsoda, akkor az ott akár jó buli lehet. De az Eurovíziós Dalfesztiválon egy csomó olyan ország szavazott, ahol viszont, akkor beszéljünk nyíltan, ugye maga a meleg társadalom elfogadása, hát hadilábon állnak vele. Nem csak Magyarországról beszélek, egy csomó olyan országról, ahol ez még nem ennyire elfogadott. De nem nagyon tudsz mit csinálni magát, azt se érted, hogy nyerte meg ez a kicsoda? Conchita, köszönöm szépen. Azt tudtam csak, hogy fiút vagy lányt mondjak-e, ott akadtam el ebben a dologban. Azt se tudod, hogy ő hogy nyerte meg. Mert mire szavazol az Eurovíziós Dalfesztiválon? A dalra szavazol? A személyre szavazol? Mindenre együtt. De a dal nem volt annyira átütő. Egyébként nem volt rossz, egy nagyon szép fesztivál dalt énekelt el a fiú, vagy a Conchita. Igen, így van, egy nagyon szép dalt énekelt el, egy nagyon jó fesztivál dal, de ott volt például a magas svéd lány, a szőke lány, ő is legalább olyan szépet énekelt, és legalább olyan szépen. Semmivel se volt egyébként igen. jobb ez a dal, mint az összes többi. Ja, nagyon egyenletes színvonalon hozták egyébként a dalokat, és volt köztük nagyon hangulatos, nagyon jó. Volt köztük olyan, ami egy picit polgárpukasztó volt, ugye gondoljuk csak a lengyel lányok színpad képére, ahol volt egy kis vajköpülés, az nekem például a szívemhez, az ízlésemhez egy picit közelebb állt. Jó, nagybelű lányok úgy csináltak, mint a csinálnak igen. más. Mint tudtam, hogy azonnal be fog neked jönni. Tehát, hogy... szerintünk annak helye van a televízió. Na, de most tényleg, de mit gondoltok erről? Hogy Tomászról? Nem, hogy idegesít, felháborít. Mit mondasz a gyereknek? Tehát az érzelmeitekre vagyok kíváncsi, nem az, hogy most nagyon szép, meg nagyon jó, meg szerintem jó a gyereknek való kommunikációt lehet kezelni. Én azt gondolom, hogy az összes olyan dolog megmutatása ilyen jellegben még azzal sincs bajom. Szerintem ezt egy szülőnek tudni kell kezelni. Egy ismerősöm azt mondta a gyerekének, miután megkérdezte, hogy mi a történet ezzel a Conchitával, azt mondta neki, hogy kicsim, te is van úgy, hogy a fölveszel egy farmernadrágot, és fölé fölhúzol egy szoknyát, és te így mész, mert így érzed jól magad. Zavar vagy ő nem zavar? Így érzi jól magát. Valamit, zavar engem, vagy nem? Tehát, engem zavar, hogy ő nyert. Zavar, hogy ő nyert. De nem azért, mert szakállas lány, hanem azért, mert azért nyerte meg, mert szakállas lány. Aha, hát, így van. Én Anna szavajárásával élve, én azt mondom, hogy itt a Csimbum cirkusz volt az, ami behozta a pontszámokat. Tényleg, mert hogy ez a srác csak fölment, vagy lány, vagy akárki, Tomász, vagy éppen Conchita, nekem tök mindegy. Nem az részemről, aztán végképp nem az elfogadásról van szó, mert ennek semmi köze ez a történethez. Én maximálisan liberális vagyok, de itt azt gondolom, hogy itt egyszerűen csak a show volt az, ami behozta a pontszámokat, az, hogy ez a srác vagy lány, de vagy úgy jött fel a színpadra, hogy erről szól ez a dolog. Ez ki kiáltotta ki egy énekversenynek? Ez egy baromság. Régen elindult egyszer az ABBA, meg a nem tudom mi. Azóta mi van? Magamutogató, egyébként általában sokszor tehetségtelen lárifári zenekarok kijönnek, és a nagy gicsparádiba mutatják a nagy büdös semmit. Ezekből az előadókból 90% után a nagy büdös semmi nem lesz, nagy büdösen visszamennek a saját országukba, és soha többet nem hallasz róluk. Érted? És akkor jön egy Conchita Wurst, megnyeri kicsit az egész elit szembepisélve, azt mondja, hogy gyerekek, igen, végre valaki megmutatja, hogy valójában miről szól az Eurovízió, és akkor még mindenki elkezd háborogni, hogy úristen, akkor most meg egy ilyen ember nyeri. De tök jó, hát de ez pont, az egész nem egy jó, baromság. De nem jó. De miért? Pont ezért nem jó. Mert ráadásul egy olyan témájú ki
kivillanással nyerte meg, ami a melegség, amit egyébként se tudnak kezelni az emberek. Ráadásul, ha megnézel, például korábbi fotókat erről az előadó művésznő hölgy srácról, akkor megnézel a korábbi fotókat, igen, akkor kiderül, hogy neki nem volt mindig, tehát hogy neki nem egy állandó kellék ez a szakáll, ezt gyakorlatilag erre találták ki. De gyereke, kitalált valamit, amivel megnyerte. Most jó, a magyar előadókra Ferit is indítjuk ebben a kategóriában, és a hiteles sem. De nem, gyereke, kitalált valamit. Ugye Európa mit mond? Akkor Európa teresnőként indulsz, Feri. Tudod, mi idegesít engem ebben a történetben egyébként? Maga az a fajta ilyen európai sznobizmus, amit most tökéletesen megmutatkozott, hogy milyen Európa. Európa büszke arra, hogy mennyire toleráns. Európa mindig azt mondja, hogy sokkal toleránsabbak vagyunk, mint bármelyik földrész, bármelyik ország. Mi Európában tiszteljük azt, ha valaki más, hogy gondolkodik, meleg, vagy leszbikus, vagy teljesen minden. Mi történik? Megnyeri egy ilyen ember, mindegy, hogy mi a nemi identitása, és komplett Európa minden országban kicsit szembeköpve egyébként saját magát, háborog azon, hogy tudott egy ilyen ember nyerni. Akkor mégse vagyunk ennyire toleránsak? Akkor mégse azt mutatja Európa, amit egyébként mond magáról? Milyen álszent Európa? Tudod, mi a baj ezzel, hogy szerintem erről szól? Azért háborog Európa szerintem, mert úgy vannak vele, hogy az Eurovíziós dalverseny ezáltal a győzelem által is bebizonyította azt, hogy gyakorlatilag a dal másodrendű. De ezt mindenki tudta. De akkor ilyen alapon, akkor bárki bármilyen dallal oda mehet, csak találjon ki magának. Tudod, miért háborognak? Mert nem tudják elfogadni, hogy egy férfi nyert, aki nő, mert álszentek az emberek, mert zavarja őket, hogy egy ilyen ember, aki egyébként nő, mindannyian férfi, valójában mindannyian látensek vagyunk, és szeretnénk kiállni egy nagy színpadra filiteres ruhában szakállok. Nem erre gondolok. Nem fogja az elfogadást erősíteni, ez a baj. Aha. Ettől nem ez lesz elfogadóbb az ember, ez hogy Conchita megnyerte a versenyt. Egy ilyen Conchita az árt a melegek megítélésének, mert általában így gondolnak rájuk, pedig nem ilyenek. Egy ilyen magamutogató ember, ez valóban magának a meleg jelenségnek áll, de ugyanakkor azt gondolom egyébként, hogy amikor az orosz lányokat, az egész közönség, meg a skandinávok, meg mindenki kifütyülte, és arról az európai is, hogy 2-3 orosz lány ment föl, ugye, hogy most Putyin ellen lázadunk, és akkor kifütyüljük az oroszokat. 2-18 éves kislány énekelt, mindenki fütyült rájuk. Arról az európai sajtó egyébként egy büdös rohadt mondatot nem írt, hogy milyen szemetek. Arról tudnak egyébként, hogy Conchita meg hogy tudott egy ilyet megnyerni. Érted? Miközben Európa eldöngetve mondja, hogy mi mennyire toleránsak vagyunk, meg elfogadunk bárkit, meg sokkal toleránsabb vagyunk, mint Ázsiában, meg Amerikában, meg Ausztráliában, még mi vagyunk a legtoleránsabbak. Hát most kiderült, hogy rohadtul nem, mert a komplett európai sajtó föl van ezen háborodva. Tehát mi történik? Álszent Európa. Engem ebben a jelenségben ez zavar. Jó, érted, ez hogy mit mondom? Igen, eddig is tudtuk. Miért nyerhetne egy és a hetero, és a fölvett egy női ruhát, festett magának egy szakállt, és mondta, a gyerekek, így indulok, megnyerem. Egy gag az egész, egy poém. Értitek, hogy ebben nincs több, és most mindenki azt mondja, hogy... Hát pont ez a probléma, hogy nincs benne több. De ez a lényeg, ráérzett arra, hogy ez egy gag. Nincs mélyebb üzenete. De miért egy Ilonkának és egy Szintibolynak lenne, ha mi elindítanánk, amikor az oroszok 8 öreg nő ott énekel, volt mélyebb üzenete? Amikor vajat köpülnek és szexista mozdulatokat tesznek, van mélyebb üzenete? Itt mindenki egy adiverset szaval? Vagy egy nincsen, csak a téma, érted? Csak a téma, amit ez érint, a melegek, az meg pont nem egy ilyen dolog, amit így el lehet viccelgetni. Hogy ez nem egy nem tudunk velük mit csinálni, érted? Ez egy rossz mondat volt most, de mindenki remélem, hogy jól érti. Nem tudjuk őket elfogadni, Magyarországon is hiába mondjuk, hogy ilyen a meleg társadalom, abban egyetértek, hogy ez árthat. Tehát egy ilyen jelenség árt az európai vagy a melegek megítélésének, de abban viszont nem ahogy viselkedik most Európa meg a sajtó, mert mindenki álszent módon felháborodik. Na most akkor hol van az elfogadás? Hol van a liberális nézet, amit mondanak mindig, hogy hát Európában mi olyan toleránsak vagyunk, de hogy vagyunk? Most kiderült, hogy rohadt álszent mindenki. Nekem ebben ez a tanulság. Az is egy komoly probléma ezzel az egésszel, hogyha mondjuk ha az Eurovíziós dalverseny deklaráltan arról szólna, hogy minél nagyobb show, minél nagyobb poénok, minél nagyobb látvány legyen, akkor ez így tök jó lenne, mindenki így futna neki a versenynek. Csak most gondolj bele abba például, hogy a Kalei Sanders Andrásnak a dala, hogy mérhető össze témájában, kiállásában, tartalmában ezzel a dallal, amit a Conchita vitt föl a színpadra. Sehogy, tehát egyszerűen nem lehet őket összemérni, mert annyira más műfaj, gyakorlatilag két különböző. Persze, ez lehet mondani, hogy ez is úszás, az is úszás, az egyik mell, másik meg hát. Tehát, hogy így nem lehet őket összehasonlítani egymással, a két dalt. Teljesen máshol szól a két történet. Felmegy egy srác, tök komolyan előad egy dalt, egy nagyon komoly mondani valóval, nagyon jó hanggal, nagyon jó zenével, tökre rendben van az egész. De ugyanakkor ez egy hagyományos popdal volt. Aztán fölmegy Conchita Wurst, és akkor mindenki el van alélva tőle, hogy milyen fantasztikus, hogy ott női ruhában van, és hogy szakálla van, de ő egyébként egy férfi. De gyerekek, és ez egy gag. Tök ugyanolyan dal. Az Irigy Hónai Mirigy, amikor nőnek öltözik, miben más? Hát, igen. Miben más? Gyerekek, ez mi egy gag. Hogy miben más az Irigy Hónai Mirigy? Hát azért ott nem arról van szó, ott van 8 pacák, akik tudjuk, hogy mit meg szeretnek. Meg az felvállalta. Darai is megnyerte egyébként, tehát hogy közben azért erre szavaz. Én nem, de nem félreértetted, a siposék nem melegek, nem azért.
Nem azért öltöznek be csajnak. Figyelj, hogy most egy meleg provokátor vagy meleg, valójában én nem is érdekel az identitása. Én azt gondolom, hogy tehát lehet azért erre az egész jelenségre úgy tekinteni, mert itt, ha mindenki ilyen tolerancia szempontból közelíteni meg, és ha mit mondok a gyereknek érvelés, azt el tudnám fogadni, de nem. Egyszerűen gyűlölték látni, és azt meg utálták pláne, hogy megnyeri. De erről akkor miért szavaztak rá? Tessék? Akkor ezt mondd meg, hogy akkor hogy nyerte meg? Tehát ha ez igaz ez a felvetés, amit most te mondasz. Hogy... Néhányan értették. És ők rögtek rajta, és beszavazták. Igen. Hát ez egy 180 milliós nézőközönségről beszélünk, azt hiszem, annyian nézik az Eurovíziót. Hát most, ha ennyi ember nézi, abból nem lehet 80%, aki azt mondja. Figyelj, nekem is oda jött a Benny, és azt mondta, hogy ez mi. És nagyon nagy bajba volt. ez mi, akkor nagyon bejön. Akkor lennél igazán bajban. De ugyanakkor nyilván a gyereknek megpróbált valahogy elmagyarázni, én azt gondolom, hogy ugyanakkor persze ki is lehet kapcsolni, meg nem biztos, hogy a gyereknek most egy ilyet látnia kell, megpróbáltam neki megmagyarázni, hogy bácsi, aki nő, hát elment aludni, és még éjszaka és néha fölriadt, és ezzel álmodott. én leginkább most az, hogy kinek mi a vélemény, azt el tudom fogadni, nem csak én olvastam európai sajtó orgánumokat, hogy ki mit mondott, hol mit nyilatkoztak, gyerekek, egy háború van. Tehát, hogy és ilyen szintű felháborod, hát egy gyűlölik, tehát egyértelműen elítélik, hogy megszégyeníti, hogy ez nem a saját identitás felvállalása, stb. Miközben egyébként ezen európai médiumok egyébként nagyon liberálisnak mondják, és azt mondják, hogy az európai mérce az mindig nagyon fontos, és mi Európában vagyunk a legelfogadóbbak. Én itt érzem csak az álcentséget, hogy nem tesz jót a melegeknek, abban egyetértek. Igen, mert hogy ráadásul ez nem a klasszikus melegség, nem, amit ő megmutatott, tudod, nem, hanem hogy ez már a ripacskodós kategória. Igen, meg ez a trani vonal, ez inkább ilyen éjszakai lokálokra jellemző, a melegek szerintem alapvetően, hogyha mondjuk találkozol egy meleggel az utcán, igazából nem mondod meg rögtön, legalábbis a külsőségek alapján, hogy ő milyen szexuális identitással rendelkezik, de ez az előadó művész, ez alapvetően ezt a sóvonalat képviselte, amit de nem mindent rosszul egyébként azért, nem volt egy rossz dal. Nem volt rossz dal, nem mondtad rá azt, hogy ez a legjobb dal. De egyébként egy tehetséges énekes, tehát nincsen vele gond, tehát van hangja, van ritmus érzéke, nem rossz előadó, de hogyha a külsőségeket leveszed belőle, akkor nem marad mellette mögötte semmi. Így van. Tehát ezzel nyert. Így van, igazad van, János. Ezt akartam, már ezt többször elmondtuk. Tökéletesen igazad van, János. Annak idején például, amikor a Lordi megnyerte ugye a szörny metáljával, szörny rockjával az Eurovíziós dalversenyt, ott, hogyha mondjuk a külsőségeket levetted volna belőle, ugyanúgy ott marad az a kiváló rockdal. Gyerekek, én ezért mondom, hogy még mindig az, hogy küldjünk jó dalt, meg küldjünk, meg dehogy is, hát itt a lényeg, Conchita Wurst a lényeg, Szinti Boy Ilonkával, higgyetek nekem. Hát Conchita Wurst ugyanaz, mint Szinti Boy. Szinti Boy Ilonka jelenségek kellenek, akik nyerni akarnak nagyjából. Tehát ez a dolog, ez itt erről szól. Szinti Boy elmegy, előad valamit, és Ilonka az anyukája háttérbe aranyosan táncol. Ketten vannak a színpadon. Figyeld, hidd el, hogy megnyernék. Higgyetek nekem, hogy megnyernék. Szinti Boy esetben... Ilonkával, egész Európa a vállán vinné őket. Mondjuk komolyan ebben mondom. Az esetben akkor adom neked a pontot, tényleg Conchita legalább tud énekelni. Úgyhogy inkább ők. Ilonka még azt se tud. Szinti Boy még azt se tud. Hát micsoda unikum lennének ők az Eurovízió. Hát akkor küldeni kell valami igazi jelenséget. Mit tudom én, nézzétek. Rákai Filipet Smack DJ néve. Figyeljetek, szerintem egyébként rohadtul nem a dal számít, ez egy baromi nagy kamu. Tehát, hogy aki azt mondja, az nem érti, hogy miről szól az Eurovízió, mert nem arról szól. A színpadi megjelenés, jelenség, nyilatkozatok, országnépszerűség, sok mindenből tevődik össze. Valami plusz kell, ez minden évben bebizonyosodik, nem? Ha öreg mamák nyernek, ha sajtköpülő lányok, ha Conchita Wurst. Amíg nem megy Szinti Boy és Ilonka, nem fogunk nyerni. De szeretek Conchita Wurstot. Én azt se tudtam, hogy ki ez az ember, nem? Én röhögök rajta, hogy ő nyert. Nekem ez tetszik. Nem tudok ezen úgy felháborodni, hogy úristen, hová tart ez a világ? Mi lesz Európában? Nem. Ez már maga a pokol és a fertő, hogy egy ilyen ember nyert. Figyelj nekem a probléma az vele, hogy igazából nem tudom, hogy már miről szól ez az egész verseny. Tehát, hogy persze vicces, persze mókás, tényleg teljesen rendben van. Tehát amikor én is először megláttam, akkor elhűltem, én is így röhögtem rajta, hogy basszus, érted, hogy néz ki ez az ember, hogy mekkora vicc, mekkora geg. Igen, ha nem meleg provokátor, azt ne felejtsük el, hogy provokálja a melegeket, ugye, és ő direkt csinálja, és egyébként hetero, az megint egy más kérdés. Én nem ismerem az előéletét, nem tanulmányoztam hosszasan hétvégén Conchita Wurstot fél órán keresztül, hogy ki ő. Ha ő egyébként egy meleg provokátor, az nem egy szép gesztus, szerintem. Ha ő mondjuk elítéli őket, utálja őket, nem szereti őket, és kiment őket provokálni. Én ezt nem tudom. Tehát én csak ránéztem, és röhögök rajta egy szakállás nő. Hát, hol tartunk? Na mindegy, szóval utána csak kéne jár a dolog, hogy ki is ő valójában. Nem. Szerintem Viki elengedne vele egy hosszú hétvégén. Nyugodt szívvel.
Ő egyébként ilyen lányos, mert a, nem tudom, hogy figyelted a győzelem utáni pillanatokat, ő és a mellette ülő barátja, vagy hát nem tudom, ki volt az a fiú, aki vele volt, édesen zokogtak. Mi kell egy jó előadó, azt tessék, soroljátok nekem. Mi kell ahhoz, hogy valaki megnyerje az Eurovíziót? Mondjátok. A legnagyobb összeget tudjuk mondani. Átütő tehetség. Igen, volt, hang, jó hang, volt hangja. Volt hangja. Jó, igen, jó hang. Szép ruha. Nem, jól, jól nézem ki a színpadon. De hát, az igen, egy női magabiztosság, színpadi rutin. Látványkép. Milyen látvány volt a nagy tűznyelvek? Meg volt? Te nem tudtok olyat mondani, ami egyébként hiányzott belőle. De ez az összes többire is ugyanígy elmondható. Oké, akkor kérdezek más. Nekem a plusszal volt bajom. Oké, kérdezek más. Ő egy olyan férfi, aki egyébként nőnek öltözik, de szakába jár, és igen, így érzi jól magát. Aha. Akkor mi van? Nem fogadjuk el, és azt mondjuk, hogy miért ő nyert. Nem lehet egy ember, aki egyébként szakállban érzi jól magát, férfi testben él, nőnek öltözik, és szakállal jár az utcán. Akkor ítéljük el, és ő nem nyerhet. Miben más, mint te, aki meg piros mellényben érzed jól magát? Ami szerintem undorít. Nézzük meg a tényeket. Miben más az, hogy egy férfi, aki női ruhában jár, azt mondom, hogy ő nem ember, akkor én döntök róla, hogy ő ne járjon így. Én elítélem őt, hogy ő ne járjon erről, így. De, hogy is erről szó nincsen, mert akkor azt mondanánk, hogy maga a jelenség volt visszás vagy visszataszító számunkra. De hát erről szó nincsen. Mondom, hogy mi totálisan elfogadjuk, vagy én totálisan elfogadom őt olyannak, amilyen. De mégis zavar, hogy megnyerte. A dal versenye belül azért zavar, mondom még egyszer, mert a dal másodrangúvá rendűvé vált ebben a dologban. Tehát szinte már egy ilyen elég zöngévé. Hogy milyen az, az zavarja, nem az zavarja, hogy ez a Conchita elindult ezen a versenyen, és megmutatták. Egy mondjatok egy dalt. Az elmúlt 10 évből, mondjuk ami nem rock, mert mondjuk azokat te megérzed. Az elmúlt 10 évből, amire emlékeztek, és ami bevert, és azóta sláger lett a zenekarban. Mondjatok egy ilyet. Hát kit érdekel a dal? Az Eurovízió? Igen, mondjatok valakit, aki mondjuk emlékszel rá, kijött még egy dallal, föltűnt ott, megnyerte, sláger lett belőle. Hát a Lorennak az eufóriája, azt játsszuk szerintem a mai napig is. De szól, nem? Hogy? Igen, de ezt is csak azért tudom, mert tegnap a Laci mondta. Na mindegy, én nem tudom, mi van a Pali mögött, de hogy nekem nem baj, hogy valaki női ruhába jár szakállal, meg nem tudom mi, ha meleg provokátor, akkor azzal nem értek egyet. Na mindegy. Hogy ez a, úgy teszem ki közszemlére magam, de lehet, hogy egyébként... A melegeknek nem tetsz jót, igen. Igen. Jó, de ezt már elmondtuk. Jó, oké, hírezünk egy kicsit, aztán játszunk. Tessék jelentkezni itt a játékra a helyszínen. Óven bácsi Berunéni játék, helyszínről választunk, ez nagyon-nagyon fontos. Valamint fűrészelünk, laptopot osztunk, ha valaki Conchita. Így van. Conchita ruhában jön. Ugye? És Feri beveszi a gyógyszerét. Nem, ez már megtörtént, lenyeltem, apu. Jövünk a hírek után. 3:48, múlt pontosan 3 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello! Megöltek a fagyos szentek, itt vagyunk. Megkosztuk a jó időt. A fagyos szentek. Egész héten visszük tovább a jó időt, de le a kalappal, komolyan mondom, a debreceniek előtt reggel 6 óra óta áldogálnak, dacolva a széllel, az ónos esővel, a köccitálással, a hóval, a jégesővel, a darával, és mindennel, mert hogy ezek mind nincsenek egyébként. Anyu mondta, hogy vegyél sapkát, mikor eljöttél otthonról? Igen. Nagyon helyes. Tessék jól fölöltözni, aki ide jön a helyszínre. Van-e már Conchita Wurst szakállban megjelenő emberünk, aki a tabletet szeretné megnyerni? Egy darab se. Hát ha neked lenne szakállad, akkor Conchita lennél, de igen, így nem. Egyébként az van, ugye, hogy ide kell jönni Conchita Wurst jelmezben. Ha nem találunk ilyet, akkor viszont Janival kijövünk, és alkoholos filccel valakinek megcsináljuk. Így van, így van. Nekem nagyon tetszik ez a tablet, le fogom borotválni azt a természetes szőrzetet, ami az arcomon van, és fel fogok helyette festeni egy kicsit alkoholos filccel. Nekem nagyon bejön az a tablet, szerintem ezért mindenképpen megéri beöltözni, illetve hát a beöltözés alatt mi alapvetően nem azért a műszakát értjük. Imádnám, hogy itt egy férfi kitipegne egy magas sarkóban, tudod, egy kis miniszoknyával szakállal. 4-16 fokra ez viszonylag ugye, hát nem annyira lehet majd igaz. Oké, Óven bácsi Berunéni, jó, vele játszunk már is, itt van a hallgatónk. Óven bácsi és Berunéni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Niki, hello, jó reggelt! Sziasztok. Hello, szia. Niki! Mi újság? Debrecenből vagy a környékről? Egyáltalán nem a környékről, de Debrecenben tanulok. Debrecenben tanulsz? Mit tanulsz? Turizmus vendéglátás szakon vagyok. Oh, de szép szakma. De szép szakma. Az nagyon szép. Az nagyon szép, jelentsen ez bármit is, nem? Nagyon szép. Mit is mondtál? Igen. Ez 3 éves, 5 éves, vagy hogy kell ezt elképzelni? 3,5 éves, fél év gyakorlat lesz. Uh-huh. És most már a vége felé? Nem, még a másodiknál felénél járok. És olyan jókat olvas az ember Magyarországról. Lenyomtuk Prágát, most éppen azt olvastam valahol, hogy eddig Prága volt a sláger, amit ajánl különböző angol száz újságok, meg tévéműsorok, és például most nyilatkozták, hogy Prága unalmas, tessék Budapestre jönni. Azt hiszem, talán a BBC-nek volt egy ilyen összeállítása. Tök jó, tehát, hogy újra ajánlanak minket. Ez klassz azért, nem?
Így van, Etiópiánál például sokkal több metróvonalunk van. Például, igen, igen. Na, Niki, Nikit mondtál, ugye? Igen. Niki, szokott menni Óven bácsi Beru néni? Hát, nagy részt, igen. Nagy részt, jó. Megmutatjuk akkor, hogy mit csinálnak, figyelj. Füles van rajtad, fogod hallani. Koncsitát ünneplik. Óven bácsi kintott egy üveg pesgőt, és tűzijátékokat lő, hogy Koncsita megnyerte. Ami fiunk. Hát, mi fiunk, mi lányunk, igen. Mutatjuk, hogy mit énekelnek. Egy rövid apró kis részletet fogsz hallani, figyelj! La-na-na, ó, Niki, hát ez... Ez nagyon nehéz lesz. Nincs meg? Nincs. Na, mutatunk egy ugyanekkora részletet, egyelőre még nem vettünk ki semmit az ajándékcsomagból, jó? La-na-na, ne mondjátok, nem csak áll. Kérdezem, hogy van tipp valakinek? Ott van tipp? Tegyétek fel a kezeteket, senki? Igen, ott egy kis terep... Koncsita Wurst! Terepsalkás lány jelentkezik. Ez iszonyú nehéz, most ugrod be, hogy mi ez. Dehogy már, mi ez? Ne szólj, Jani. Tök könnyű. Jani, minden reggel ezt hallgatod, hogy jössz be. Egyrészt ebből neked van Best of-ot, kettő, apám egész gyerekkoromban ilyen ezért és ehhez mondom. Hasonló a zenéket hallgatott. Mennyi idős vagy, Niki? 21. Oh. Most 22, most lettem 22. Igen. Ismerem még ezt az életkort, amikor az ember öregíti magát, ugye? Ez nem, már csak 10 év, és tagadni fogod. És minden egyes évvel levonsz kettőt. Én is hány éves vagy? 20 voltam, 23. 23, nincs 24. Most már mennyi vagy? 33-nak mondom magam. És tök fura lesz, hogy 40 évesen megint 22-t fogsz mondani. Igen, igen, igen. Annyit segítünk, hogy mulatos. Mulatos, igen. Te milyen zenét hallgatsz most? Szereted? Tényleg szereted? Hát a vendéglátásban, vicces. Csíped a lakodalmas rockot? Micsoda? Lakodalmas rockot csíped? Hát... nem. De hát az mulatós szívem. Gyerekek, akkor most hogy vagyunk? Azt halljátok a fülünkbe, hogy Óven bácsi Beru néni többet lő, mint augusztus 20-án? De itt figyelj, ezek mindent megkészítettek. Megjöttek a kék tablettát. Óven bácsi nagyon pukkangat. Na, Niki, akkor mutatunk egy hosszabb részletet, jó? És kivettünk egy bögrét, figyelj. La na na, na 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 na. Ezt hallgattam én. Kisfiam, menj a szobádba takarítani. Apád, zenét hallgat. Feri pedig annyira imádja, hogy majd az esküvőjéken is ezt fog szólni, amikor mennek befelé. Hogyne. Az anyakönyvezet. Ki tudja, kezeket föl, debreceniek, tessék. Na nézd meg, Niki, nézd meg, nézd meg, nézd meg. És már próbál szájról olvasni, Niki. Ők se tudják, csak meg akarnak alázni. Ki segítette? Kiről próbáltad leolvasni? Ki van itt melletted? Ami drága promóciós lányunk, Zsuzsi? Igen? Ő próbál neked segíteni. Figyelj, akkor elmondom a szöveget, hát beugrunk. Csipkés, kombiné, ez így megvan? Ja. Na mi ez? Na. Mondj egy előadót, vagy egy dalcímet. Hát kombiné. Ja, az a dalcím. Az a dalcím, hogy kombiné. Ügyes voltál. Jó volt. Nem volt rossz, nem volt rossz. Mondok néhány támpontot. 3 plusz, 2, csipkés, kombiné. Jó, jó, na, ebből, jó. Ebből esetleg rájössz valamire? Igen. Megmutatjuk az eredetit, figyelj, hallgass meg! A Margit híd alatt, mindenki Isten, már érzem a szemre szagot. Gyerekek! Atya úristen! Ne félj, kislány, nem lesz baj, majd a paplan betakar. Hallgattam én is eleget, csoda, hogy terhel gyerekkoromból. Majd a paplan mindent eltakar. Igen. Ugye, te meg álltál 6 évesként nézted apádat, aki bömbölteti ezt a beakhangszóróból, és nem értette. Meg a részegen verekedő szomszédok. Szép gyerekkor az, hidd el, szép gyerekkor az. Na, Nikikém, mit csináljunk veled? Mennyire legyünk szigorúak, János, Feri? Vegyük el a táskáját is. Meg. Hagyjon itt valamit, tudod. Jó, figyelj, ez egy kitelepülés, azért jöttünk, hogy veletek találkozzunk, sok puha. Mindent vigyünk nektek. De majd legközelebb. Úgyhogy, ha jövőre visszajönk, abszolút. Minden évben jövök. Minden évben itt vagy? Igen, minden évben. De aranyos vagy. Fogjál meg egyet, ami szimpatikus, és használd egészséggel, jó? Mindegyikben ugyanaz van. Jó? Szépen köszönöm. Ezen a héten ezek a játékok csak formalitás erejűek, igazából mindenkinek adunk mindent, ezért jöttünk, jó? Niki, használd egészsége, van benne egér alátét, várjál, ezt megnézem, hogy a bögrés vagy az órás verzió, ez a bögrés verzió, nyakbalkasztó. Igen, bögrés. És egy bugyi fivérek best of. Jó? Köszönöm szépen. Úgyhogy használd egészséggel, köszi, köszi. Sziasztok. A játékot. Na kérem, szépen itt kint két esemény is van, nem három. Esik az eső, ez eddig nem volt így. Itt van mellettem egy nagyméretű fiatal ember, mutassuk meg Balázsnak, itt hello. Ő az. Annyit szeretne csak kérni, hogy holnap, ez csak az ötletet itt szeretném, hogy véleményezzétek. 21 ember fogja magát ebben az időben, ilyen okosok ő, mint aki mellettem áll, és elindulnak 8500 kilométerre Bakuba motorral. Szerinted? Az igen. Hát, hogy tudnánk őket erről lebeszélni? De miért csinálod ezt? Igen, miért akartok Franciaországon? Teljesen normális dolog, de imádjuk. 8500 kilométer Jereván és Baku, Tbilisi van benne. Kicsit motorozunk a Kaukázusba, aztán visszajövünk. Mondjuk, ha megy veletek Tbilisi, a Tbilisi jó az. Ha elindulok, csak Tbilisivel. A Bili ott van. A legjobb. Én imádtam ezeket az országokat. Tavaly Tbilisibe voltunk.
egy nagyon jó élhető hely, bárokkal, éttermekkel, körbe a Kaukázus hegyei. Mindenki költözött Tbiliszibe. És éjszakai élet remek, és olcsó a sör. De miért mentek ennyien? Tartozik ott nektek valaki tavalyról? De minden menekülnek. Jó, drukkolunk, jó utat nektek. Németországtól kezdve Székelyföldtől sokan jönnek. Hát 21 hülye embert nehéz összeszedni, de sikerül. Hajrá, készüljetek! A másik pedig, kérlek szépen, gyere életke ide Feri bácsihoz, van neki gyereke, sose ejtett még le gyereket, várja itt. Reméljük nem most kell. Hello! Éjj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 j
Hány éves vagy, te drága? Gyere föl a színpadra nyugodtan. Én itt vagyok, nézd. Ott fordulj meg ott a felé, és akkor bele tudsz beszélni. Hány éves vagy? 8. Hát hová tart ez a világ? Amikor egy 8 éves kislány maszkíroznak, kocsit a búznak. Kérjük, egy gyerek pszichológus, az SMS számunk. Ki csinálta neked ezt? Anyukád, apukád? Anya. Anya csinálta. Anya, mit meg nem tesz a laptopért, vagy tabletért, ugye? Ha láttad volna itt egyébként, amíg beszéltünk, meg ment a hírek, anya elővette tollat, a kicsin picikét fájni fog, de a laptopért megéri, és elkezdte dípálni. Hol az anyuka? Hol az anyuka? Na, gyere, csak hol ide. Hol vagy anyu, gyere. Tesója is. Tesóját is megcsináltad? Nem, ő kisfiú, nem. Szombaton még fel háborodunk az Eurovízió, majd hétfőn Conchitának sminkeljük a lányunkat, ugye? Hát milyen világ ez? Én nem háborodtam. Tetszett neked is egyébként? Igen, tehát az biztos, hogy szerintem nem ő volt a legjobb énekes, de az, hogy mint egy éniség megérdemelt. Gondoltad volna, hogy ez hétfőn egy tabletet jelent neked? Nem, ugye? Nem tudom. Nézted a tévét, szavazgattál, és aztán nyertél egy tabletet. Jó, igen. Átadjuk akkor nektek a sok szeretettel. Jaj, jó? Kicsikém nem fájta, hogy anyu telepöttyözött? Nem. A torkodnál kicsit, miután átfutott a tolmi. Mennyi ideig készültél? Hát perc. Hát perc. Azért erről apámat kérdezt. Anya, anya, biztos, hogy jó nekem ez a borosta, kérdezte 8 éves gyermek, de hát egy tabletért az ember sok mindent megtesz. Művész neved van, már kincsem. Hogy én fognak hívni? Hát nyilván Debrecenben vagyunk, tehát a Wurst hely, ugye a kolbász helyett páros debreceni lesz. Legyen a neved Johnny Bulldog. Igen. Na gyere, leadlak, elveszed fel, jó, várjál. Gyere, kicsi. Ő sejtett még le egy gyereket, jaj! Azért a Beni egy kicsit könnyebb, de még csak 5 éves, talán ezért. Adjuk a tabletet, ügyes vagy, jó? Hát milyen szörnyű világ ez, nem? Hihetetlen. A Morning Show 8 éves gyerekeket maszkíroz Conchita Wurstnak. Undorító, komolyan, amit csinálnak. Undorító. Menjetek oda oldalt, és ott megkapjátok. Igen, ott tudjátok átvenni a tabletet, nagyon szép. 8 colos, jelentsen ez bármit is, nem? Jó, nagyon jó egyébként. 8 colos. Csak mondom, hogy Jani gatyájában 12 colos van, úgyhogy... Így van, és full HD. 2 perc van pontosan, 8 óra várunk mindenkit a helyszínre, Debrecenben vagyunk, drága hallgatóink, gyertek nyugodtan, Csapó utca, Dósa Nádor tér kereszteződés, jelen pillanatban hűvös van, de nem esik, úgyhogy ez időjárás még tűrhető, mi pedig jövünk a hírek után. Micsoda hangerő! Micsoda orkán! 8 óra múlt 13 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, az éteren keresztül az egész országnak, itt a helyszínen pedig, ami drága debreceni hallgatóinknak, azoknak, akik ott a fa alatt, kicsit elbújva, hátulról figyelik az eseményeket, akik itt állnak az üvegstúdió előtt, összebújva, mint a vadmalacok az erdő mélyén, az esernyők alatt. Nem, ezek napernyők, Balázs. Igen, próbálj meg kicsit. Tényleg minden tisztelet a debreceni. Köszönöm. Abszolút. Itt álltok és kiabáltok, hol az a lánya, ki elmenekült? Hol van? Evelynnek hívják. És mi a baja, nem szeret bennünket? De szeret, csak szégyenlős. Kibe szerelmes? Jó, adjuk. A broszba. Emlékeztek? Volt idő, amikor mindenki a broszos fiúkat akarta. M3-as Budapest felé a 142-es kilométernél mérnek a rend éberőrei. Hajrá Debrecen, írta nekünk az utazó. Nagyon bíztatnak benneteket egyébként. Tényleg az egész ország drukkol nektek. Az M3-as Budapest felé a 142-es kilométernél ugyanaz történik, mint az előbb, mert hogy ez ugyanaz az SMS. Szép volt, Bali. Újpest városkapunál a Váci úton lézereznek, 50 a megengedett, írja nekünk egy hallgató. Hello csibészek, a 37-es főúton az Alsó Zsolca házgyári bekötő után a birodalmiak lézer fegyvereikkel drága büntetéseket osztogatnak a 70-es táblánál. Milyen komplett, nem? Nagyon, nagyon szép, ezt Máté küldte nekünk. Csak mondom, hogy ezt jegyezd meg, mert arra felé fogunk menni majd. Jó, én mindig leragasztom a rendszámtáblát. Ja, akkor nem, akkor szarjál, nem érdekes, akkor hajrá. Kis szigetelő szalag, kis szigszalag, az egyik számot letakarod, kész, meg is vagy. Dehogy is. Azt hallottátok, hogy most így kaptak el egy palit. Hogy a hülye leragasztotta, és az autópálya rendőrség itt lefotózta, 10 méter múlva meg is állították. És mondta, hogy ő nem tudta, hogy le van ragasztva. Ráfújt a fél. Mondta, hogy ember, szigetelő szalag van, körbetekerve a rendszámot. Mondta, hogy nem, hát ő erről nem csak a rögzítés semmi. Miatt. De milyen zseni, nem, hogy betartaná, tudod, leragasztja a rendszámot. Tehát akkor tenne fel egy falevelet, vagy bármit, ami életszerűen akár oda tud ragadni, de egy szigetelő szalaggal körbetekeri a rendszámot. Igen, és a falevél fönn is marad egyébként, tehát hogy érted az ötletet. Hát jó, egy kicsi pillanatra gasztok föl, hát azt mond falevi, arról nem tezd. A szigetelő szalag azért ritkán terem a hatos úton, felcsavarodva a rendszámodra, azért az viszonylag ritkán történik meg.
Na! Még mielőtt tovább megyünk, egy közérdekű kérés a férfi kollégákhoz, hogy hajtsátok fel az ülőkét, vagy idjatok egy felest, hogy ne remegjen a kezetek! Össze? Na, igen, most érted. Na mindegy. Jó, de... Most moshatom én az alsógatját. Mert ráültél. Budapesten napsütésről írja Miki. Köszi, Miki. Komolyan mondom, hogy ne írjatok ilyeneket. Ezt még megbánod. Igen, Miki, megtalálunk. Ezt még keservesen megbánod, megvan a számod. Feltesszük a telefonszámodat arra, hogy egy 60 milliós ingatlan csak most 20 millióért eladó, ha nem veszem föl, hív. Ha letagadom, ne add föl. Éjszaka vagyok, csak elérhető. Ha ki vagyok kapcsolva, ne add föl, hagyj üzenetet. Tehát nem ér ilyen üzeneteket küldeni. Jó, gyerekek, eddig mindig szerencsések voltunk. Ez egy ilyen hét lesz, de erre mi el vagyunk készülve, hoztunk meleg ruhát, meleg teát osztogatunk a hallgatóinak, és itt most még ez elviselhető. Egyébként ez jó. Debrecenben így van. Na, Klein Dáviddal kapcsolatban fontos híreket kapunk, mert úgy néz ki, hogy a csúcstámadás előtt van, és ha minden igaz, akkor nem sokára neki indul, egyedül van a hegyen, ami már döbbenetes, ugye, és oxigén palac nélkül az Isten is úgy akarja, a hegy is úgy akarja, meg a hegy szelleme is úgy akarja, akkor megmássza a Mount Everestet, gyerekek. Így van, és azt kell mondjuk, hogy marha szerencsés ebből a szempontból, ugye, hogy volt a tragédia. Így a nem, van, a nem nagyon rossz az idő. Én képzeld el, szegény, itt hogy fázna a stúdió előtt. Nem, hogy azok a, hát nevezzük őket turistáknak, bár nyilván én magam nem tudnék még úgyse fölmenni, akik ugye a serpák segítségét és oxigénpalackot használnak, azok ilyenkor nagyon sokan vannak a hegyen, és akadályozzák azokat, akik igazi sportértéket, sportteljesítményt csinálnak belőle. Már itt is van! Oh, jó reggelt! Hello, Dávid! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Jó reggelt! Hát itt mi még nagyban felvezetünk téged, de nem vagyunk hozzászokva, hogy a 21. századi technika egy pillanat alatt ide varázsolt téged a Mount Everest aljáról. Jelen pillanatban az alaptáborban, vagy éppen merre vagy, Dávid? Nem, még lejjebb vagyunk. Most éppen 4200 méteren egy Tingri nevű faluban vagyunk. Illetve egy kisvárosban. De szép hely az, mi? Nagyon emlékszem. Én azt láttam, volt veletek egy internetes hírpoltának az újságírója, és lefilmezte az utat az alaptábori, meg ott is filmezett, ott ti megálltatok, nem? Odafelé, ha jól tudom. Az egy nagyon van, helyes, igen, kis, igen. Autentikus ilyen kis tibeti falucska. Megálló az alaptábor előtt. Uh-huh. Na, mesélj nekünk egy kicsit, hogy vagy, mikor indul a csúcstámadás, hogy bírod az akklimatizációt, mi a helyzet? Nagyon jól vagyok, nagyon jól értem magam. Az akklimatizációval készen vagyunk, ami azt jelenti, hogy sikerült 3 akklimatizációs kört megvalósítani. Végül aludtam a kettes táborban, és kettes tábor fölé másztam néhány száz méterrel, és most igazából egy időjárási ablakra várunk, ami azt jelenti, hogy valamikor a szélnek le kéne csökkennie egy olyan kezelhető mértékig. Ez, hogy az alaptábor fölött alszol, vagy a kettes alaptáborban, ez mit jelent méterben? Mert mi ezt így tudjuk valahova egyáltalán elhelyezni a térképen. Méterben azt jelenti, hogy nagyjából olyan 7700 méteren lehetett a kettes táborunk, és ott aludtunk, és 8000 méterre, vagy afölé, egy talán maximum 100 méterrel afölé másztam. Hát csak gondolom, egy kis kirándulás, nem? Persze. Tehát oda fölugrottál egy ilyen 100 méterre körülbelül. Észre se vetted, és már fönn voltál. Igen. Így van, ez igen. Az időjárási ablak, ez mit jelent, Dávid? Gondolom, nyilván lefordít, hogy figyelitek az időjárás, és amikor van egy pár nap, amikor tudsz menni, akkor nekivágsz? Hát nem csak, hogy mi, hanem ilyen, valójában odahaza egy meteorológus csapat figyeli az időjárást, és ők nagyjából 10 napra látnak előre. A legfontosabb paraméter az a szél. Tehát a szélsebességének kell lecsökkennie valamikor, nem tudom én, olyan 18, inkább 20-21 környékén emberi kezelhető mértékig, olyan 30-40 km/h. És persze ezeket az előrejelzéseket összevetjük más csapatok előrejelzéseivel, és igyekszünk velük is ott konspirálgatni, hogy ők mikor gondolják, hogy mikor lenne alkalmas egy túlszámadás. És akkor fogod megpróbálni a dolgot. Na most az még egy hét a mai dátumtól. Ennyi idő alatt a szervezet nem felejti el azt a magasságot, ahol te jártál? Ennyi idő alatt nem. Tehát a lényeg az, hogy az akklimatizáció, én nem vagyok szakavatott ilyen életlen kérdésekben, tehát én csak felhasználó vagyok, mint a Kelly hőseiben a tangsofőr. De lényegében arról van szó, hogy vörös vérsejteket termelt a szervezet, ezek a vörös vérsejtek bizonyos ideig élnek. Figyelj, egy ilyen csúcstámadás, az hogy néz ki? Tehát fölmész a legutolsó táborba, ami van mondjuk 8000 méteren, és akkor onnan órába persze lebontva, körülbelül mennyi míg fölérsz és visszajössz, csak hogy ezt a földi halandók is értsék, hogy maga a csúcstámadás ugye pár száz méternek tűnik, de hát azok ott ilyen órás haladások, ami teljesen más távolság és idő intervallum, mint amit mi itt gondolunk, hogy az pontosan hogy néz ki?
Igen, tehát maga a csúszámolás úgy néz ki, hogy mondjuk előre látjuk, hogy hasamra ütök 20-án van egy ablak, ami azt jelenti, hogy visszaszámolunk a hármas táborból, a kettes táborból, az egyes táborból, az előretolt alaptáborból, az alaptáborból indulunk el. Tehát mondjuk eljutottunk a kettes táborhoz, a kettesből a hármasba felmenni az már egy eléggé komoly erőfeszítés, ugye ott mindenki más már oxigént fog használni, valószínűleg az egyesből a kettesbe is már mindenki más oxigént fog használni. A hármas tábor magassága az 8300 méter, tehát tulajdonképpen 8000 kell megmászni, és aztán utána ott valamikor olyan délután környékén, kora este környékén elkezdek öltözködni. Még nem tudjuk biztosan, hogy hány órakor szeretnék nekivágni, de mondjuk, hogy 9 óra, maximum 10 óra környékén elindulok a csúcs felé. Az hány méter ott már az utolsó alaptábortól? Ugye 8300 méteren van az utolsó tábor. Tehát 500 méterről beszélünk. Kell valamikor az este éjszaka folyamán elindulni. Az oxigénesek lehet, hogy ilyen este 10-11 környékén indulnak. Nekem legalább 2 óra pluszra szükségem van, úgyhogy ehhez képest kell korábban indulnom. Elindulunk a csúcs felé, és elérjük a 8500 méteres csúcsgerincet. Ez ugye 200 méter emelkedés. Már ez is valószínűleg ilyen 4 órába fog telni. Összesen valamikor olyan, mit tudom én, reggel 9-10 óra környékén lenne optimális elérni a csúcsot, de van benne tartalék, mondjuk, hogy leges-leges legkésőbb délben elérjük a csúcsot, és akkor megfordulunk. Tehát 500 méter megtétele 12 óra, mert este 9-kor elindulsz, reggel 9-re vagy ott. Igen, ez a felfoghatatlan, abszolút teljesen, tehát az emberi gondolkozik, nyilván teljesen más van az ember fejébe, persze, elképesztő. Ilyenkor például mit teszel az utolsó napon, vagy mi a napi adag, vagy eszel egyáltalán, vagy viszel valamit, vagy hogy kell ezt elképzelni? Az a rossz hír, hogy a szervezet nagyon takarékos valami, és ennek megfelelően, ha kevés az oxigén, kevés energia jut az emésztése, akkor az étvágy is megszűnik, úgyhogy nagyon kevés dolgot tudok csak legyűrni. Valószínűleg egy leveszt jó lenne megenni még a csúsztámadás előtt, indulás előtt, és a csúsztámadás során én marcipánt szoktam enni. Na, az nagyon jó. Egy marcipánt elmajszolsz. Kérdezni is akartam, hogy mi lesz a desszert. Oké, leves, de hát. Mi itt azt olvastuk, hogy találkoztál egy túzokkal, vagy ne, mivel? Egy gyöngytyúkkal. Egy gyöngytyúkkal valahol x ezer méteren, ő most a legjobb barátod. Ő már egy legenda az országban, azt tudod? Igen. Ez igaz? Mi elképzelhető. Azt tudják, hogy nem tudom pontosan, hogy milyen állat ez, mert le fogom fényképezni, és hazaküldöm, hát valaki beazonosítja nekem, de vannak ilyen furcsa kotkodásoló hangot kiadó, kicsit ilyen pávatolszerű farokkal rendelkező valamit, amit tényleg ott császkálnak a... Hogy lefelé jövünk az alaptábor felé, ők az első olyan élőlények, akik köszöntenek minket. Az hány méter körülbelül? Hát én 5300 méter. Picit frusztráló lehetne, mert 5300 méteren alatt. És fölrepül 7000 méter. Megriasztod, és akkor fölrepül 6000 méter. Meglepő, jó élmény. Továbbra is egyedül vagytok a hegyen? Továbbra is egyedül vagytok a hegyen? Tehát a ti expedíciótok egyedül, senki más? Nem. Talán arról tart, hogy mi vagyunk az élból jelen pillanatban, de ez nem egyfajta ilyen virtus, hanem egész egyszerűen a feladat jellegéből adódik, ugye a Spár Everest expedíció célja az, hogy palasz nélkül másztam meg az Everestet, és ezért sokkal-sokkal több akklimatizációra van szükségem, mint a többieknek, és ezért először alszunk az egyes táborban, először alszunk a kettesben, először megyünk magasra. Tehát, figyelj, Dávid, az eszembe jutott még, hogy ilyenkor mi van? Tehát ott vagy mondjuk a csúcs előtt, mit tudom én, 100 méterre. Mondjuk azt mondod, hogy nem bírod. Oxigénpalac nélkül akarsz fölmászni. Ilyenkor két választásod van. Vagy kérsz oxigénes segítséget és tovább mész, és azzal megcsad, vagy egyáltalán nem szívsz oxigént, és mondjuk visszajössz. Tehát ilyenkor hogy dönt az ember? Vagy ha egy ilyen döntési helyzet van, hogy 100 méterre nem fog menni, akkor inkább fölmész oxigénnel, vagy lejössz oxigén nélkül? Igen, sajnos ez nem ilyen egyszerű, mert nem kérhetek úgy valakitől csak úgy egy oxigént, egy oxigénpalackot. Először is kéne, hogy legyen ilyen nyomását alakítom meg maszkom, ami nincsen. Nem cipelem magammal, mert ha palackot akarattál menni, akkor felesleges. Ha tényleg úgy döntenék, hogy palackkal megmászom, az azt jelenteni, hogy visszafordulok a túlcsóval, visszamegyek az alaptáborba, pihenek egy napot, szerzek
átalakított maszkot, oxigénpalackot, és megpróbálom. Tehát még mi ezt ugye pénteken vagy csütörtökön eljátszottuk a Jani, vagy ez nagyjából úgy néznék, hogy én másznék oxigén nélkül, Jani, mert nem mögöttem ő a csaló, és néha beleszív, de akkor ez ott a hegyen kicsit nyilván máshogy működik, nem, hogy Johnny, gyere már, adjál már egy slukot, mert mindjárt fönn vagyok, adjál két slukot, tehát ennél ez egy picit bonyolultabb akkor. De akkor neked, ennél bonyolultabb, igen. Neked, Dávid, mi adhat erőt? Előveszed a szponzor szerződést, elolvasod az apró betűs részt, és mi van benne? A föl kell benne, a rohadt. Jó, hát nagyon-nagyon drukkolunk neked, jó? Szerintem nagyon. Ez volt az utolsó bejelentkezés, tehát nyilván, ha nyílik egy ilyen időjárási ablak, ragadnak rám a szakszavak, hát gyerekek, gyorsan tudod. Jelen pillanatban mi készen állunk, tehát most úgymond mondva hegynél pattog a labda, most várjuk, hogy a szél aláphagyjon, és aztán menjünk. Tulajdonképpen 17-ig előtte nem tudtunk volna csúcsra menni, tehát az nem is fért volna bele az ütemezésbe, de 18-a, 19-e után minél korábban, annál jobb. Uh-huh. Figyelj, Dávid, készülj fel rá, hogyha majd visszajössz, itt nagyon megváltozott ez a világ, amióta elmentél, egy szakállás nő nyerte meg az Eurovíziós dalversenyt. Szörnyű dolgok történnek, én nagyon kedvelem, igen. Sokan kevésbé, szerintem óriási munka. Lehet, hogy jobb lenne, ha ott maradnál. Igen. Nem lesz ennek jó vége. Nagy összefoglalót, és nem túl rémisztő, akkor jövök haza. Figyelj, egy nő, aki férfi, de férfi, ennyi. De nő. Jegyezd meg a nevet, Conchita Wurst. Conchita Wurst megnyerte az Eurovíziós dalfesztivált, csak mondom, hogy erőt adjon neked, hogy a mi magyar fiunk, ugye Kálai Sanders egyébként gyönyörűen szerepelt az 5. helyen, ami fantasztikus eredmény, úgyhogy hát te leszel a következő, vagy te lehetsz a következő akkor, aki hát világba kürtöli a magyarok nevét. Úgyhogy drukkolunk neked nagyon, Dávid, jó? Szerintem az utolsó beszélgetésünk volt, úgyhogy nagy kalappal vigyázz magadra, aztán reméljük, hogy sikerül. Köszönöm szépen, sziasztok! Vigyázz magadra, ciao! Köszönjük szépen Klein Dávidnak, hello! Na, gyerekek, hát akkor minden adott, nem? Óriási. Jaj, de jó lenne. Abba az illusztris 200-as csapatba kerül be, akik ugye oxigénpalack nélkül mászták, meg nincsenek nagyon többen. 200 nem? emberről. Körülbelül 200 szó, emberről beszél. Fantasztikus teljesítmény. Igen. Még akkor is, hogyha 5000 méterre még kapirgálnak a gyöngyúk. Abból lesz a leves. Igen, az óriási. Leves. Igen. Na, gyerekek. Hol? De most vagy hírek után? Mikor akarod? Mikor akarod? Hogy szeretnéd? Hogy szereted? Egy dobolós játékkal készültünk, mert hogy itt közben extra ajándékok is vannak. Ugye csak mondom közben, hogy a szóró ajándékot szerintem csináljuk a hírek után, nem? Bizony. Szóró ajándék, szórólapokat tessék kitölteni, mert hogy pénzt lehet nyerni itt a helyszínen. Ugye 100 000 forint KP. 100 000 forint KP. Bizony. 100 000 forint. 100 000 forint. Zsebbe okosan állambácsi, nem tud róla. Igen. Nem? Most már tudja, nem? Már reggel már mondta, tudja. Ehhez mutatjuk a szórólapot, hogy mit kell. Miért mondok mindig szórólapot? Itt van, mert ez az. Regisztrációs lap. Regisztrációs lap. Azt kell kitölteni, kérjetek a hostess lányoktól, jó? Tessék bedobálni, mindenki csak egyszer töltse ki. Nincs túlpisság, nincs okosság. Aki többször tölti, azt kiveszük. Egy marad benne mindenkitől, és az adás végén itt kell lenni, ugye úgy lehet megnyerni a 100 000 forintot. És nagyon izgalmas egyébként ez a dobolos játék, Feri már egy hete kenegeti bőrfeszesítővel a fenekét ez. Igen. Úgyhogy jövünk vissza mindjárt, tessék jelentkezni a játékunkra, jó? Pontosan 8:30 hírek, utána pedig jövünk a hármasugrással és a dobolos játékkal a hírek után. Ja, itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk minden debreceniek, hello lányok, hello fiú, hello! Hello, gyertek ki, mert a játékunk lesz, csókolom, tetszik integetni, de jó, annak mindig örülünk. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Mi volt ez, Rihanna? Vagy mi olyan ismerős volt ez a dal? Kellene ismernem? Az, igen, hallottad, de 40 szállal is. Nem gondoltam. Gyerekek, csak mondom, hogy micsoda energia van itt ugye a közös mantrázásban. Már kisütni látszik a nap. Ugye? Igen, ott van valahol. Ha, persze. Ott kell lennie. Jó, nem esik, maradjunk ennyiben, de nekünk ez is jó. Igen. Na, egy játékhoz érkeztünk, ajándékcsomagokat lehet nyerni. Kicsit a ritmusérzékre vagyunk kíváncsiak, kicsit arra, hogy Debrecenben mennyire vannak zenei vénával megáldva a hallgatóink, ugye, mert hogy dobolós játékunk következik minden helyszínen, két ember lehetőséget kap arra, ugye minden városban megyünk, hogy kipróbálják, hogy le tudják-e dobolni azt, amit egy komoly zenekarban dobolnak. Így van, ugye? Kaptunk az OPEC jó voltából egy olajokból. Két kis, hát ilyen tulajdonképpen mi ez? Nagy virtuális konzervdobozunk van, ugye? Ami nem is annyira virtuális, mert hogy megjelenik itt a színpadon, és ezen kell majd ledobolni azt, amit hallani fogtok. Jól szól. Nagyon ez. Szépen jól szól, gyönyörű. Így van.
ki szeretne játszani ajándékcsomagért, ki érzi azt, hogy ebben ügyes lenne ebben a játékban. Jó? Kezeket föl. Nagyon ki jó. Az, aki szeretne játszani? Te ott rózsaszín sálban teleszel az egyik, gyere velünk. Lányal doboljon, vagy fiúval doboljon? Szerintem lánya lányjal, fiú fiúval, igen, nem? Legyen vagy legyen vegyes, hogy vegyes legyen. Jó. Most lányt választottál? Igen. Jó, akkor lányt. Mi a válaszunk még egy lányt. Még egy lányt. Te ott pirosban szeretnéd? Gyere akkor te is oda hátra. Á, jó? Régi dobos családból származik. Látszik már messziről. Igen, igen, igen. Régi dobos családból. A játék ugye nagyon egyszerű tulajdonképpen. Hallani fognak majd egy-egy dobeffektet, és azt kellene ledobolni. Hát szerintem lesz mulatság. Igen. Lesz mulatság. Jó, ide jó, gyertek. És az nyer, aki a lehető leginkább emlékeztet. Hát tulajdonképpen igen, tartunk két fordulót majd, és akkor megnézzük, hogy a két forduló után ki volt az, aki jobban tudta tartani a úgy ritmus. Úgy érzem, hogy bennünk is van még elég sok várakozás a játék iránt, ugye? Ez egy tesztüzem, amit ma kifejlesztünk, az lesz majd holnap. Szia, te neved? Anita vagyok. Dobos? Abszolút. Tényleg? Az abszolút. Van zenész a családban? Nincs. Az nagyon jó, akkor az jó lesz. Te neved? Hello? Én pedig Pancsa vagyok. Pancsa? Pancsa. Is. Hát pancsa, ha így, pancsa. Én nem tudom gyerekem, mit csinálni. Koncsita után már semmi nem jelenlőpült meg, ugye? Pancsita! Pancsita! A jó Pancsita, már csak egy kis borostát kéne neked rajzol, igen. Te vagy Pancsita. Zenész a családban van? Én zongorázok. Hoppá! Hoppá! Hát úgy könnyű. Hát, diszkvalifikáljuk? Nem, ezt nem csak az egyik kezet használható. Nem, neked orral kell. Jó. Hol vannak a dobütőink? Vannak-e dobütőink? Vagy makkal vagy esetleg dobütőink? Hát, igen, a te makkod dobnak ők. Okay. Akkor a férfiak dobolnak makkal, a nők pedig dobolnak kézzel. Jó, tehát kézzel kell, ilyen kicsit ilyen törzsi, tantrikus jelleggel. Mm. Aha, kézzel kell ledobolni. Jó. Meghallgatjuk akkor a betétet, jó, hogy mit kell dobolni, nagyon figyeljetek. Jó. És utána azt kéne egyenként megmutatni, hogy sikerül-e. Jó? Figyeljetek, az első ritmus szekció, így mondják, Feri, nagyon csak te vagy a zenész. Nagyon jó. Nagyon jó. A dob meg a basszus szokott ugye együtt mozogni. Gitáros mindig háttal áll a dobosnak, érted? Nem lát belőle semmit. Igen. Meghallgatjuk, hogy az hogy szól. Jó? Figyeljetek. Jó, az énekre nem kell figyelni az elterelő hadművelet. Azt majd mi hozzuk Balázsra. A dobot kell meghallani, jó? Tehát nagyon pontos, hogy a dobot kell meghallani. Bocsánat, mi még egyszer a keresztneved? Anita. Anita, először téged meghallgatunk akkor, hogy amit hallottál zenén, azt hogy sikerül ledobolni. Maga a ritmus nem volt annyira nehéz. Tehát azt szerintem hozható. De ne terelne. Várjál. Ha nem ez volt, nem hát, baj az, nem rossz. Ugyanazt hallgattuk? Aha. Jó, megmutatjuk még egyszer, figyelj, Pancsita. Pancsita. Figyelj, Pancsa, figyelj, megmutatjuk ugyanezt még egyszer. Ennyi. Egy buszman bármikor ledobolja ezt egy struc koponyán, nem? Tehát nem annyira nehéz. Na, Pancsa, halljuk, hogy akkor az hogy szól. Aha. Szerintem hagyd abba a zongorát. Figyelj, itt már virtuóz jelleggel. Virtuóz jelleggel ez a dolog, ez kicsit továbbfejlődött. Egy mindent eldöntő döntő? Az. Egy szükség lesz rá. Ja, ez már a verseny? Jó, legyen egy mindent eldöntő döntő, második forduló. Ha ebben is lenyomnak, és Pancsita jobb nálad, akkor ezt az ajándékcsomagot egyértelműen elvitte. Az első fordulót megnyerte, ott a pont, nem? Igen. Szerintem közelebb volt. Engem nagyon meggyőzött. Nem. Mit szólsz ehhez? Nem. Nem. Jó, hallgassuk a másodikat, jó? Aha. Figyeljetek, ez már egy kicsit nehezebb lesz, bár az első sem volt túlságosan könnyű. Figyeljetek. Ó, ebben már van egy másik kéz is. Aha. Bizony. Hát kicsik félek, mi lesz ebből, de azért meghallgatjuk. Tessék, van itt a drága, egyikkel igen? Hozod a sima egyeket, a másik a közé ütögetsz, az jó lesz rajta. Igen. Na figyelj. Kísértetésen hasonlít az előzőre. Körülbelül ilyen beszorultam a budira, engedjetek ki, nagyjából, igen. Nagyjából így dobolok, még egy nem? Gurigát dobjatok még be, egyet? Mert nagyobb a még baj, egyszer? Mint gondoltam. Elfogyott a papír, hozzatok még. Aha. Aha. Vagy szombaton fúrni kezd a szomszéd, és átdobolsz neki, ugye, amiről beszéltünk a múlt héten. Jó, meghallgatjuk ezt még egyszer. Pancsita, figyelj, mert beütheted az ajándékcsomagot. Ha most ezt hozod, akkor teljesen egyértelmű 2-0-ás győzelemmel viszed az ajándékcsomagot. Eddig hengerez. Eddig hengerez, nem is kell döntőt játszani. Figyelj, mutatjuk még egyszer. Hát 30-40 év is biztos. Na, hallgassuk Pancsitát.
Jók a nyolcadok. Feri, te vagy a zenész, hozzad? Folyamatosan hozzad a nyolcadokat a jobb kezeddel. Szívem, függetlenítés. Hány éve zongorázol? Egy hete. A zongora már megvan. Gyerekek, egy kitörő, lelkesedésű taps Pancsitának, aki ezt az őrületes dobolási versenyt megnyerte, elképesztő, hogy komolyan mondom, tehát, hogy Simon Cowell a Totóból sehol nincs ezekhez a dobolási teljesítményekhez képest. Pancsita, van egy ajándékcsomagod. Köszönöm szépen. Mióta zongorázol? 7 évig zongoráztam, rendszeresen. De már most... elmúlt. Aha. És most? Most hárfán játszom. Naj, nagyon jó, nagyon jó. Nyilván a sikerélmények miatt, ami zongorázás közben. A sose értettem, hogy egy garzonba hogy viszik be? Beviszik darabokba és ott összeépítik? Vagy ha én hárfázni akarok és egy garzonban lakom, hogy viszik oda be a hárfát? Ez egy speciális szájhárfa. Mit láttál meg a hárfában? Ez számomra teljesen értelmezhetetlen. Gyönyörű a hangja. Uh-huh. Van otthon egy külön hárfád és azon játszol, vagy csak elmész valahova, ahol van hárfa? Otthon nincsen. Otthon nincsen hárfa. Na most azt mondod, a zongorád van otthon? Hát pianino. Ja, kár, mert a klasszikus zongorát egyébként a nagyot, ha fölállítod így, akkor megvan a hárfa. És a húrjai hárfázol, igen. Oké, Pancsita, van egy ajándék csomagol tele mindenféle szépel és jóval. Ügyesek vagytok, gratulálunk nagyon neked. Nagyon jók vagytok, mind a kettőtöknek érdemes hosszú távon gondolkodni a zenében. 2-3 hét szerintem sem. Egy Monix-os ajándék csomagot azért elfogadsz tőlünk? Nagy. Tudod, hogyha mi turnéra megyünk, senki nem megy haza üres kézzel, úgyhogy adjatok még akkor neki is egy ajándék csomagot, jó? Köszönjük szépen, drágák vagytok. Micsoda ős tehetségek voltak, nem? Hihetetlenek voltak. Csodálom, hogy nem esik a dobolás után. Csodálom, hogy nem origamiznak. Gyerekek, ez a játékhoz képest a játékhatárok nélkül sehol nincs, nem? Sehol, érte. micsoda játék volt. Jó, van hármas ugrás játékosunk? Választottunk? Hoppá, majdnem átestem a lámpában. Akkor jöjjön be a leányzó, jó? Mert hogy hármas ugrást játszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló. Ja, halló. Halló. Itt a stúdió. Legalább ülj neki háttal. Halló, van itt valaki? Igen, a 6 éves beidegződést tudod, meg akartanak szólítani a vonalban. Hello, hogy hívnak? Sziasztok, Marica vagyok. Szia. Marica. Igen. Hát gyerekek, hogy egy Kati nincs ma itt, nem? Pancsó, Marica. Marica mindenki. A apádék nézték a Marica gurófnőt, vagy hogy? Nem, hát a Máriának a becézés a Marica. Ó, Mária Marica, igen. Így van. Oké, akkor Maricát használjuk, igen, jó? Azt. Mióta állsz itt, Marica? Mióta vagy velünk? 8 óra óta. 8 óra óta. Hát akkor egész késő jött, te mit csináltál előtte? A gyereket elrendeztem, és elküldtem az ordába az apjával. Ez az elrendezted, az finoman... Ja, jó, megvertem. És ha sírsz, még meg is ver. Felöltözteted, elindítottad Oviba? Igen. Hány éves a gyermek? 5. 5. Hát akkor 2009-es? Igen, március. Március. Akkor pont egy pár hónap van közt és a Benni között. Hihetetlen, ilyen szintű matek érettségi, nem? Hogy visszaköszön? Hihetetlen, azt hittem csak a Benni született 2009-ben. Na, Marica, szokott menni a hármas ugrás? Hogy érzed? Általában igen. A harmadik az nem mindig, de a az első kettő általában igen. Játszottál már? Még nem. És akkor hogy ment? Akkor nagyon jó, mikor... Szerintem a Jani tekintettel volt arra, hogy turnén vagyunk, helyszínen játszik az ember, izgul is egy kicsit, be kell jönni ide az üvegstúdióba, ez nem egyszerű. Ezért durvábbak a kérdések. Ezért annyira durvát írt, hogy milyenek tényleg, Jani? Hát azt mondja, hogy szerintem nem túl nehezek, hasítani fogsz rajta. Arra emlékszem, hogy nem nagyon akartam el sokat bolyolni, mert még meg akartam nézni két részt a Hannibálból. Jó, szóval, hogy fogalmam nincs. Oké, Marica, mehetünk? Igen. Megpróbáljuk, nem jó? Segítettek. Ne, viccel, persze. Persze, hogy nem. Az első tudni fogod. Így szól az első kérdés. Dedikált egérrel átétél. Ki alakította a Ponyva regény című film boxoló hősét? Kiégett boxol az utolsó meccsére készül. Bruce Willis. Így van. Úgy van. Milyen jó vagy. Hát, hogy megy ez a lány? Egyszerűen hihetetlen vagy. Ugye? Hogy szágult, hogy siet? Videótékátok? Balázsféle. Igen? Töltögetsz? Hát ritkán, igen. Nagyon helyes. Mikor persze, a gyerek engedi. Helyes. Persze elítéljük ez ilyen típusú tevékenységet. Így van, biztonsági másolat, ha esetleg a DVD otthon tönkre menne. Gyerek, egyébként azt hiszem, hogy letölteni lehet, csak másolni, nem meg tárolni. Tehát én letöltöm, megnézem, azért nem rúgnak segbe. Jól tudom én ezt? Jól tudod, nem adhatod tovább, és nem tárolhatod. Ugye? Ez a kettő. Igen, igen. Na de hát neked, ami a gépeden van. Az elmúlt 30 évből az összes sorozatot. Ha egyszer rám törik a lakást, 10 év börtönt kapok. Mehetünk tovább, Marica? Mehetünk. Így szól a második kérdés, dedikált egérrel átét. Melyik ország világhírű látványossága az Angkor romváros? Nem könnyű. Hát ha ez információ, akkor az első gyerekemet ott csináltam.
Ott a Romvároson belül? Ott. Szentségtörés. Ja, nem, nem, az országon belül. Az országon belül. Egy idegen vezetővel. Kambodzsa. Kambodzsa, így van. Te jó vagy. Nagyon jó. És ott voltál. Nagyon jó. Jaj, Jézusom. Hogy volt, hogy ott mondták, hogy piros csoport, és ti valahol elbújtatok ott a romok között? Persze, már igen, benvoltunk. Súsnyásban. Főleg, hogy még nem indul a busz, meg két ember nagyon hiányzik. Nagyon mozognak ott a sziklák, nagyon mozognak. Harmadik kérdésnek neki menjünk-e, Marica, vagy inkább megállsz és viszed a biztosat? Hát... Milyen témája? El tudod olvasni? Nem. Hát, nem, mert úgy mutatom. Ja, bárjuk. Figyelj, megmondom neked, világűr a téma. Világűr. A világűr. A univerzum. Világűr a téma. Szóljál, mert közelebb tartom, látom, nagyon nézed, kicsit közelebb rakom. Mehetünk? Nem könnyű. Mehetünk. Mehet akarom, mert puskázik, gyerek. Puskázik. Kell egy kis segítség. Melyik évben járt magyar űrhajós a világűrben? De jó Isten, ez van ember, aki tudja fejből. Szerintem igen. A vagy a Zsaletka. 1980. Talán. Ennek a Balinak milyen jó szíve van, de tényleg. Farkas Bertalan is vakarta volna a fejét. Igen. 1980. Így van. Nagyon ügyes vagy. Jól ment ez. Tényleg. Köszönöm szépen. Igyekezte. Meg tök jó, hogy ilyen jól. A szememet. Igen, azt mondom, hogy tök jó, hogy ilyen messzire ellátsz. Ez szerencsés, hogy az embernek jó a szeme. Igen, nem is kell menni szemészhez most már. Jó. Egy ajándékcsomagot, Feri? Ki jár neki? Egy dedikáltat. A hármas ugrás az van, persze. Azt dedikáljuk. Órásat kapsz, nézd meg. Mit szólsz? Nem? Igen, hármasugrás játékos, igen, plusz egy Timbersport ajándékcsomagot is adunk neked nagy szeretettel. Bizonyám. Köszönöm szépen, nagyon örülök. Jó. Ezért megérte szabadságot kívánni. 15 ezer forint értékben. De tényleg, nem? Timbersport kedves vásárlóinkat. Hogy... Így van. Marica, gratulálunk neked, ügyes voltál. Köszi a játékot. Ciao, ciao. Szia. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Az anyósod kutyája akar tőlem valamit. Gyerekek, megvan? Megvan, itt van, csak az lábamhoz dörgölt az ánuszát. Mindent engedj meg neki, ha a kutya eltűnik, az anyósom megöl. Gyerekek, 5 napig mindenki szeme a kutyán legyen. Ha azt akarja, hogy párosodik a cipő, de engedd meg de neki. De ne, ha izélje össze a cipőmet. Nem vihetem úgy haza az anyósom kutyáját, hogy az anyósom meglátja, hogy a kutya frusztrált. Etetni, itatni, simogatni, bármit megengedni neki. Milyen fajta? Fehér. Mi ő? Valamilyen terrier? Vagy, ja nem, pitbull. Aha, igen, csak összement, persze. Csak, mert, hogy ha esetleg van a környéken egy tenyésztő, akkor szerezünk már be 3-4 tartalékot, ha valami baj történne. Valami haványéze vagy bolognéze? Egyébként tök egy fontos. Milanéze? Tényleg, ha eltűnik. Igen. Én nem mehetek haza úgy, hogy nincs meg. Ez jó, amit mondasz, mert az anyósom megöl. Kellene valami. Megöl, ki csinál? Valami nem hasonló. Ismered az anyósomat, letépi a fejemet. Ha eltűnik, tud szerezni egy ugyanilyen? Uh-huh. Feri tanácsolta az előbb egyébként, hogy itt biztos van egy ilyen háztartási boltok, és valami hasonló felmosorongyot szerintem. Biztos, hogy találunk. Ez vagy egy pici birka, tehát egy kis bárány. Egy nagyon kis bárány. Egy kis bárányka. Ugye? Hát igen, de van 5 napunk arra, hogy leszoktassuk a bégetésről. Figyeljetek, csak mondom, hogy egy foga hiányzik elől, tehát olyan kell, aminek hiányzik a foga. Szegény mama. Az anyósom... Ja. Ráharapott alul keményre. Én mondtam, mama, ne egyen olival, mert abban mag van, mama. No, 100-szor megmondtam már, mama, hámozza meg azt a rohadt mellett olivát, mert mag van benne. Nem, nem az anyósomnak hiányzik egy foga, neki az összes megvan. Mind eredeti porcelán. Így van. Annyit platina van benne, hogy bankban őrzi. Hallod, rád mosolyog, lebarnulsz, annyi arany van benne. Kutyának hiányzik egy foga elől. Az anyósomnak a pénteken visszaviszem a kutyát. Az első az lesz, hogy belenéz a szájába, mert tudja, hogy milyen veje van. Tudja, hogy én érted, berakok egy habis kutyát oda, ha ez a kutya eltűnik. Tehát nekem egy olyan bolognéze kell, aminek hiányzik jó, az jó, első jó. Foga. Oké, lefogom, de a Feri húzza. Minden városon be kell készíteni egy ugyanolyan kutyát. Jó? Mert ez nem tűnhet el. Bírni fogja egyébként ezt a feszültséget, amit ez az átjáróház jelent itt? Mert egyébként már kétszer kellett újraindítani a kis szívét, mert az előbb is meglátott a sarokban egy legyet. Figyelj, kicsit stresszel a kutya, most ott van a vikinél, csak mondom, ami ennél sokkal durvább, hogy olyan bolognyészt kell nekünk szerezni, aminek egy hereje van. Mert ennek a kutyának egy hereje nem van. Nem, egy fog, egy here. Egy foga hiányzik, ja. A többi foga megvan. Anyósom két dolgot csekkol, a fogát és a herejét. Az a legdurvább, ezt csekkolta rajtam is. Igen. Amikor megismerkedtem a lányával. Ez nekem nagyon szimpatikus. Tehát nem lesz olyan egyszerű találni bármit, ha ez a kutya eltűnik, jó? Úgyhogy egy szemetek mindig rajta, mert hétfőn nem jövök adásba, ez a kutya eltűnik. Jó? Mennyire bensőséges kapcsolatotok egymással? Mire gondolsz, hogy kenekem magamra mogyorókrémet? De bekúcsolodik közétek az ágyba? Már az anyósom is közém? Aha, volt már olyan, hogy hajnal 2-kor megébredt, és Viki, ne, ne. Nem, azt mondom, hogy Viki, ez tetszik, ne hagyd abba. De fura kiesett elől egy foga.
Defura, nem karcol. Defura a múltkor itt még akadályba ütköztem. Persze, nyilván volt ilyen. Figyelj, a kutya az ágyra nem jöhet föl. Van egy ilyen kis alvózsákja. Ezért inkább lemész hozzá a padlószőnyegre. Van egy ilyen kis alvózsákja, ott alszik mellettünk. Alvózsákja? Hát egy, most egy újabb közös vonás közte és köztem. A méreten kívül. Igen. Tehát egy ilyen kis alvó része, és ott fekszik. Ő az ágyba nem jöhet föl, nem engedünk föl. Tisztátalan állatot nem engedünk az ágyba. És szűkül? Mennyire szűk? Hát, hogy mennyire szűk? Kívülről befelé szűkül, vagy belülről kifelé? Nem mentünk bele. Egy a lényeg. Nem szűkül, nem szűkül. Az a lényeg, figyeljetek rá, jó? Az anyósom megöl. Na, 2 perc, pontosan 9 óra, ha minden igaz, a hírek után játszunk, ugye? Illetve pontosabban sorsoljuk a 100 000 forint készpénzt, ugye? És a fűrészelős versenyünk is van még, úgyhogy játszunk majd, 2 önként jelentkezőt szeretnénk megtalálni, valamint ha minden igaz, akkor Kálai Sandersre is rácsörgünk. Egyrészt, hogy gratuláljunk neki, 2 közelről mondja el, milyen volt Conchita, 3, hogy meséljen egy kicsit az Eurovízióról. Úgyhogy ezzel jövünk a hírek után. Hello, drága debreceniek! Jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek! Feri, mit melót tesz ebbe, vezényel, intézi, koreográfiát gyárt, óriási, óriási, hogy csinálja. Nem kell, ezek tudnak mindent, ezek a debreceni fiatalok. Döbbenet, igen. Csókolom, mit szeretne, drága? Még egy valami. Ja, már aláírást. Jó, beszéljél, igen. Akkor írok, bocs. Mindent aláírtunk. Aláírtuk? Aláírtuk? Vagy tetszik még egy aláírás kérni? Nem, itt te már rajta vagy, de hogy ja. Miért írsz mindig rám, de komolyan. Már tetszik is menni? Nézd, lerabolt minket, már megy is. Csókolom, és már el itt száguldott, biztos dolgoznia kell menni. Na, elindult ugye a nagy országjáró turnénk, itt vagyunk Debrecenben, ez az első állomás, a Csapó utca és a Dósa Nádor tér kereszteződésénél, már mondhatni megszokott kis helyszínünkön. Holnap pedig ugye Miskolc a következő helyszín, ez egy új szerintem, vagy hát legalábbis itt még nem voltunk. Itt ezen a helyszínen még nem. És Miskolcon is már régen. Így van, Miskolcon is nagyon régen, ez a Centrum Áruház oldalában van, úgyhogy holnap mondjuk a miskolciaknak, hogy ott leszünk. Reggel 6 órakor, sőt, hát már ma este ott áll az Üvegstúdió, reggel 6 óra Miskolc Centrum Áruház oldalában várunk mindenkit szeretettel. Van egy-két közlekedési hírünk, M7-es 148-as kilométer Kanizsa felé, MOL tartálykamion az árokban. Jó Isten, az kemény. Budakeszi úton Kékszentek adománygyűjtést végeznek, hogy a nép ne maradjon le az Uniótól. Ragyogóan süt a nap, a nejem szerint otthon ülni vétek. Írja nekünk, ezt most kivételesen nem Erik, hanem István. Köszönjük szépen. Aztán jött egy ilyen SMS, hogy itt állok az esőben és hallgatlak titeket, éjszakás voltam, de mégsem mentem aludni, mert abban reménykedem, hogy nyerek egy ajándékcsomagot, írja nekünk Rita. Rita, itt van még valahol? Te vagy Rita. Figyelj, több Rita van. Jó, hogy de szép! Milyen fura, hogy pont ugyanazt a szöveget küldtétek el. Igen. Csak Feri már olyan messze, hogy nem tudunk téged megszólaltatni. Rita, te vagy az, aki éjszaka nem mentél el éjszakás, hanem itt maradtál inkább. János, hát... Itt a pillanat, hogy megint megszórhatsz valakit ajándékcsomaggal. Istenem, már megyek is ki. Jani, óriási szamaritán. Engem ez éltet. Hol a Rita? Itt van Rita, gyere Feri, itt van Rita. Csak egy mond, itt ott előtted, ott áll. Te ott vagy áll. Az? Nem, te vagy a Rita, gyere. Sziasztok, Rita vagyok. Éjszakás voltál? Így van. Mennyit dolgoztál? 12 órát. 12 órát, azt a mindenit. És mit csinálsz? Recepciós vagyok egy panzióba. És reggel 5-kor lejárt a munkaidőd, és azt mondtad, hogy jó? Akkor jövök inkább még Feriéket megnézni? Nem, 7 órakor járt le, és úgy értem ide utána. És most... mindig 12-t szoktál melózni, vagy csak nem jött a váltás? Mindig 12-t. Mindig 12-t. Jól van. Na, hát egy ajándékcsomagot akkor, jó? Köszönöm. Ami azt jelenti, hogy holnap csak Riták, Péterek és Gáborok lesznek, akik évek óta ott állnak a helyszínen. Mennyi dolgoztál nekünk? 14 órát, és te 25-t? Igen, le se feküdtem egy éve. Igen. Jó, pihenjél akkor, jó? Adunk neked egy ajándékcsomagot. Köszönöm szépen. Köszi, hogy kijöttél. Köszi, hogy kijöttél, drága vagy, hogy írtál. Szívdobbanást nézel, Feri, azért mentél? Kérlek szépen, az van, nem, hogy van nekünk egy ilyen szívet szívért feliratú kis sátrunk, és pont ugyanolyan szép piros felsőjük van a lányoknak, mint nekem. Gondoltam, hogy megkérdezem, hogy mit lehet csinálni. Azt mondja, adományoz a szívdobbanását itt. Szervusztok, ki tud beszélni? Mindenki? Szia, te ki vagy? Denisz vagyok. És mit csinálunk itt? Szívhangodat tudjuk megmérni, amivel meglátod, hogy mennyire jól dobog a szíved, és utána ezt vissza tudod magadnak hallgatni telefonos applikációval. Gyerekek, hallod ezt? Halljuk, persze, csak az a baj, ami a Ferinek is szívdobanás, az a japánoknak cunami. Bizonyán földrengés lesz, hát ekkor a testét, a nagy test nagy élvezet, azt szoktuk mondani erre. Hogyha baj van például, azt megállapítjátok? Igen, itt megmondják a lányok, hogyha tényleg olyan baj van, amivel komolyabban orvoshoz kell menni. Nem lehet, hogy ez pénteken ad le, Feri, ki tudja, hát mégse vegyék el a kezedet, nem a Feri vigye át.
hát inkább menjek. Gyerekek, nem májat néznek, szívet, hát ott meg nem lehet olyan nagy baj. Bemegyek, hol lehet szívdobban? Jó napot kívánok, csókolom. Számítógép van, beszélgessetek, én leadom a szívdobbanásomat. Add le a szívdobbanás, szóljál, hogy mi volt, addig mi hívjuk Kálai Sanders Andrást, mert hogy ötödik lett ugye az Eurovízión. Nagyon sokan kérdezik, hogy mit szólunk Conchitához. Mi körülbelül 7:30-8 között szinte csak erről beszéltünk. Akkor mi összevesztünk már ezen. Picit összevesztünk, kicsit mindenki máshogy gondolja, de ez nem is baj. Úgyhogy Conchitáról már nem nagyon akarunk beszélni, Kálai Sandersnak viszont gratulálnánk. Egyetlen egyszer volt, hogy magyar előadó jobb helyen végzett. Ez az ötödik hely egy nagyon-nagyon klassz dolog, és nagyon szép dolog. Úgyhogy hívjuk Mr. Sanders-t, hogy elmondja, milyen volt, hogy érzi magát. Egyáltalán hazajött már? Vagy ilyenkor mi van? Azonnal repülőre teszik? Vagy az, a közszolgálati tévé rendes, és ilyenkor még ott marad egy ilyen kis városnézésre? Nincs vagy ilyen izéje, levezető parti. DJ Dominikkel? Majd Dominik már évek. És vagy lehet, hogy egyébként... Csak előkerült meg. Jó van, csak becsúsztattuk valahogy. Jó van. DJ Dominik már nincs kint egyébként. Nincsen. De lehet, hogy egyébként most a levezető parti most ért véget valamikor. És András most kelt fel a baljára pillantott, és Conchita! Jézusom, Conchita! Igen. Na, ha minden igaz, itt van már velünk Kálai Sanders András. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, hello! Akkor a tapsot nyomtam neked, nem értem, hogy miért nem hallani. Zsül, könyökölj rá a pultra, légy szíves, hogy legyen tapsok. Hát itt vannak, figyeld, Debreceniek, nagy tapsok, Kálai Sanders Andrásnak Feri, volt. Feri, a szíved! Feri, ne rohanj! Hello, András, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Na, hát gratulálunk neked, figyelj, ez köszönöm. Az ötödik hely, ez gyönyörű. Köszönöm. Csalódás vagy inkább öröm az, ami benned van. Én olyan külföldi sajtót is olvastam, ahol azt mondták, hogy közted és Conchita között dőlhet el akár a verseny. Hogy értékeled az ötödik helyet? Hát én nagyon boldog vagyok, hogy ötödik lettem. Persze szerettem volna nyerni, de nagyon elégedett vagyok a ötödik helye. Hát az milyen szép dolog lett volna. Ugye, ha hát mondjuk mennyire. Fáradt vagy másnapos vagy buli volt? Nem. Hát tegnap későn érkeztünk Pestre, úgyhogy alig aludtam, de nem baj. Ja, hogy már meg is. Ennyi vége a versenyek, és kidobnak a városból. Hát milyenek ezek? Nem. Hát legalább a lengyel lányokkal elmertél volna. Vajat köpülni. Hogy köpülték a vajat, nem? Istenem, András, micsoda tehetség. Ott azért finoman volt a castingolva a lányok. Na milyen volt? Hogy érezted magad? Hát ez egy élmény volt, soha nem fogom elfelejteni. Hát ilyen színpadon, hát nem is gondoltam volna, hogy életemben fogok ilyen színpadon lenni. Ilyen hangtechnika, fények, minden ez. Hát minden, amiről álmodtam mindig. Mennyien vannak ott az arénában? Biztos elhangzott ez az adat, csak nem figyeltem. 30 ezer, 40 ezer ember? Hányan vannak ott a helyszínen? Szerintem olyan 30 ezer körül. Hát azért egy előadónak egy ilyet legalább egyszer meg kell élnie, nem? Hogy micsoda energia lehet. Hát most már, hogy átéltem mindent, meg fogok tenni, hogy még... Abba is hagyom, meg volt minden. Picit fura lesz őre egy turkevei diszkóba nyomni majd. De nyugi, az ember hamar visszaszokik. És ott fizetnek is, tudod? Igen. Na, és hatalmas színpad, hatalmas fény. Ugye viszonylag későn léptél föl, vagy sok előadás vagy produkció lement előtted, ez előny, hátrány, vagy egyáltalán számít ez? Hát én sokkal jobban szeretek mindig versenyekben a végén fellépni, mert azután szavaznak az emberek, és akkor jobban megmaradsz a fejükben. Aha, tehát hogy van egy ilyen ideológia, hogyha a végén lépsz föl, akkor valahogy közelebb vagy a szavazáshoz. Uh-huh. Hát szerintem igen. Ez abból is látszik egyébként, hogy ugye folyamatosan mondták az eredményt, és nagyon sokáig te az élen álltál. Akkor elhitted a dolgot, hogy ebből lehet ilyen első, vagy te egy olyan reális csávó vagy, aki azt mondja, hogy gyerekek, majd a végén meglátjuk. Na hát ott láttam egy ideig, az első helyen voltunk, és hát ott mindjárt ott ugráltunk, és nem hittük el. De hát akkor egy kicsit változott. Az akkor volt, amikor elkezdték mondani, hogy melyik ország kinek hány pontot ad, és volt, hogy te vezettél, nem tényleg? Nem volt, nagyon sokáig. Komolyan? Nagyon sokáig. Igen. Így van. És aztán jött hát a démon. Aztán jött maga az ördög? Nem, hát aztán egy csomó pontot kapott a Conchita. Conchita, vele egyébként találkoztál? Mi ma mindenki azt kéri tőlünk, hogy Conchitázunk, 7:30-8 között elég sokat beszéltünk Conchita vonatkozásában ugye az Eurovízióról. Te vele találkoztál? Dumáltatok? Jó arc, nem jó arc? Hát egyszer találkoztunk. Mindenkivel találkoztam, de ő olyan, mintha el volt bújva, vagy valami, nem tudom. Nem lehetett őt látni sehol, csak amikor kellett menni a színpadra, ott kijött valahonnan mindig. Aha. De csak egyszer köszöntünk egymásnak, egyszer láttam igazán. Hogy köszöntetek, puszi? Puszi. De egyébként, és lehet tudni, hogy ő egy ilyen titkos favorit? Tehát arról ott beszéltek, hogy ő esetleg megnyerheti ezt a versenyt?
Tehát ennek Én már éreztem, amikor a próbán, mert a próbákon is tele volt a aréna, amikor kilépett a színpadra, ott lehetett hallani, hogy milyen annyira rajongtak érte a nézők, hogy már éreztem. Mondjuk ez sajnos a Wolf Katinál is megvolt, ugye a stadiont szétszették, a stadiont örjöngve állva tapsoltak, aztán ugye valahogy nem ért oda. Bizony, csak itt mondjuk ki lehetett volna védeni mondjuk a dolgot úgy, hogyha elkapjátok Koncsit, tehát valahol berántjátok a takarásba, és megborotváljátok. Biztos, hogy, biztos, hogy nem került volna az első tízbe. Figyelj, melyik budit használta? Nem tudod, hogy ott beálltál, és akkor odállt mellé, szkúzi mama, vagy esetleg már a nőibe ment? Nem tudom. Nem tudod, de ott ugye nyakon lehetett volna csípni. Hey, Koncsita, ravasz vagy, de nem tudjuk. Aha. Na jó van, és akkor már itthon, kipihenve a fáradalmakat, vagy próbálod kipihenni. Hát itthon vagyok, már is már megyek rögtön, már holnap vissza a stúdióba, és folytatom. Ránkai mindig... Filip hívott már, hogy gratuláljon? Hogy hívtak-e? A Filip. Hát kaptam e-mailt mindenkitől. Rendesek. Ilyenkor mindig nagy kérdés, hogy van-e külföldi karrier ebből, vagy legalább lehetőség? Kaptál-e már felkérést, hogy mennyi sárkáldál kint? Hát igen, csomó országból már érdeklődnek, úgyhogy még nem tudok adni konkrét válaszokat, de átnézzük a ajánlatokat, de igazán tegnap este láttam, hogy az iTunes listán, hogy a világban a 50 valami vagyok. Az nagyon nagy dolog, erről akkor a letöltési listán az iTunes-ban benne vagy az első 50-ben, az így van, azért az nagyon nagy dolog. Azért azt képzeljétek el, gyerekek, hogy állítólag van egy olyan szabály, hogy aki megnyeri, az ugye jövőre rendezi, ugye? Bizony. Most képzeljétek el, amikor András vezetett, és így ült a közszolgálati tévévezető, és így rászorított a pontot, és így lett 20 milliárd, 30 milliárd, nem nyerhet. Szóltak a kollégák, ki leszavazok, észnél vagy? Ugye vagy, jövőre nekünk kell megcsinálni. Ugye, mert hogy ez van, hogy mindig amelyik ország nyer. És elvileg, hogy előre beixeled az adott országnak a képviselő, hogy meg tudják-e rendezni, vagy nem, és akkor aki azt ixeli, hogy nem, az állítólag nem is nyer, de hát ezek lehet, hogy ilyen eurovíziós kis legendák, minden esetre azért ott volt néhány perc izzadás, nem? Gyorsan, hogy pár milliárdból meg kell csinálni ezt. Jól van, nagyon gratulálunk neked, ez köszönöm egy nagy dolog, szépen. Úgyhogy ügyes vagy, köszönjük szépen neked, köszönöm. Az ötödik hely, ez tényleg fantasztikus, úgyhogy gratulálunk. Köszönöm. Jó, vigyázz magadra, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, Kálai Szandes András, köszönjük szépen, ciao. És egyébként nézek most egy összesítést, az összes a magyar, korábbi magyar szereplőnek résztvevőnek a pontszámait hasonlítják benne össze, és egyébként ebben ő torony magasan első, mert ő kapta az összes eddigi magyar fellépő közül a legtöbb így pontszámot. Van, Bájalex 80 valamennyivel, 84-en így van, 143-ban. Bizony. Azért ez nagyon erős. Ez azért kemény, mert bárki is megy jövőre, továbbra is hangsúlyozom, hogy Szinti Bolynak és Ilonkának kéne menni, és higgyetek el, hogy megnyernénk. Gyerekek, a Bájalexnél mondtam, hogy odaérhet. Koncsitát már múlt héten koncsitáztam, hogy figyeljetek rá, megnyerte. Higgyetek nekem. Csak erről meg kéne győzni az M1-ben is néhány embert, hogy legyen egy ilyen alternatív tehetségkutató a dal helyett, ahol csak hasonló produkciók indulnak. De hogy szóval, hogy odaérhet jövőre. Csak ugye arra már nem fogja tudni fogni a jövő előadója, aki kimegy, hogy például nem szeretik az országot. Itt az Alex 10-akárhányadik helye, a Sanders Andrásnak ugye az 5. helye. Tehát most már nincs az, hogy biztos azért nem szavaznak ránk, mert nem szeretnek minket. Ez már most már nem áll meg. Hát miért most olyan nincs, hogy egyik évben szeretnek, másikban nem? De ilyen is lehet egyébként. Igen. Szerintem a Wolf Katinál az bejátszhatott egyébként. Viszont nagyon tetszett a felvetés egyébként a részedre, hogy tényleg az MTV álmos minek körül lehet. Hát egyrészt az, hogy András nem nyert, másrészt, hogy vonattal is küldhetik jövőre majd a résztvevőket. Mert hogy ugye Ausztriában fogják megrendezni akkor ezek szerint. Gyerekek, hát bizony. Egy komolyabb stoppal ki tud menni. Akkor viszont mi is kimehetnénk. Hova? Fellépni? Persze. Szurkolni. Ja, igen, az hogy nézne már ki? Ha Szinti Bolyék mennek ki, akkor csak kimegyünk. Ha Szinti Boly megy, én leszek a manager. Azt nem engedem ne már. Ne manager leszel, hanem sofőr. ha sikerül egyszer átjutni, hogy Szinti Boly és Ilonka menjen, akik a Balázsóban tűnnek Hallom? Föl, én viszem ki őket személyesen. Én ródolok nekik. Ott leszek végig, bevonulok velük a vörös szőnyegen, ölelgetem őket, színpadra állítjuk a produkciót, nem akármilyen, tehát a Pet Shopból sehogy nem lesz Szinti Boly, de nem tudom milyen lézertechnikájához képest, és higgyétek el, megnyerik. Megvan, hogy Ilonka táncol? Meg, nézzétek meg őket az e-mailben. Megvan, hogy Ilonka néni hátul táncol? Így van, mint egy ilyen bekokszolt Kraftwerk. Nagyon durva. Figyelj, te leszel a sofőr, férj a testőr, én a ród. Minden esetben mi leszünk. Meg is a marketing, vagyunk. A PR, minden mit csinálunk. Tehát Szinti Bolyt és Ilonkát senki kezéből nem adom ki. Tényleg, vagy senki másnak nem engedjük át. Na, megyünk fűrészelni? Menjék, megy ki a persze, franc, de nincs ez egy kicsit korán, még innék előtten kávét. Na, van egy fűrészelős játékunk, két férfi ember már gondolkozhat rajta, hogy szeretne jelentkezni, mert hogy ugye stíles, timber, sportos ajándékcsomagot lehet nyerni,
Mit kell fűrészelni, Feri? Fát? Farönköt. Ez egy ilyen nagyon egyszerű történet. Igen. Mint egy 40 centi átmérőjű farönk, és egy egykezes fűrészsel kell mindezt megcsinálni. De van ennek egy neve, nem? Ennek a szakáknak. Igen, egykezes ugye? Fűrészsel való farönk fűrészel. Kicsit hosszú, de meg lehet jegyezni. Nem, van neki idegen neve, és van belőle bajnokunk is, aha, aki már itt áll, szevasz. Szia, egy bemutatkozást kérünk gyorsban. Strube József vagyok. József, hogy hívják ezt idegenül, mikor így ezt Singulbak fűr. Ez a Singulbak. Mennyi az időd? Ebbe a világcsúcs? Igen. 9 és 10 másodperc között van. 9 és 10 másodperc. Ugye úgy kell elképzelni, egy farönk van előttünk, belerakol egy sokfogas fűrész, és tulajdonképpen egy ilyen szép kör alakú kis szeletet kell ebből a farönkből levágni. Neked mennyi az időd? Hát nekem ilyen 17 másodperc. Hát szélek szállalmas, 17 másodperc. Kiszámoltuk, hogyha civilek játszanak Debrecenek, az 2x10 perc. Konkrétan erre jutottunk, mert hogy állítólag lehetetlen ezt megcsinálni. Egy földi halandó mennyi idő alatt fűrészeli ezt le? Hát itt a fűrészelés közben a legjobb idő az 42 másodperc volt, azt hiszem. És neked meg 10 akárhány? Ez egy edzőfűrész, azt hozzáteszem, a versenyfűrészsel lehet ilyen jó időt húzni, csak ezzel nem fog senki... Aha. Ja, hogy direkt olyat raktatok bele, hogy mi belé szakadjunk. Jó van. Igen. Jó arcok vagytok. Köszönjük szépen, hogy edzőfűrésztettetek a fából. Próbálok segíteni, igen. Doping vizsgálaton voltál már? Nem létezik, hogy 20 másodpercet ezt le lehet vágni. Hallod, kisíj már bele légy szépen. És elkomorult az arcot. Figyeljetek, és ez hogy ide került? Ez a jó kis 8 tojásos házi tészta. A falforgás. Két férfi emberre lenne nekünk szükségünk, aki jó erőbe van, de tényleg, aki nem kap szívinfarktust, nem akar majd itt meghalni. Gyere te itt elsősorban, jó? Akkor én leteszem a kezem. Ó, te nagy darabot. Ma, bocsánat. Ó, te nagy állat, te. Te farkas. Te farkas. Te idegen, te külföldi. Felhúztam, ez meg lesz. Igen, te ott pirosban. Gyere egy kicsit. Te lény. Te ork, te. Gyere. Na, hogy hívnak? Dani vagyok. Danikám, te vagy az első, már kezdjük is, mert szerintem 2x5 percben biztos, hogy beletelik. Kell-e tudnunk róla valamit, hogy mit kell csinálnia? Vagy megmutatom hogy... lényegében, hogy kell fogni a fűrészt. Jó, mutasd meg. Nézed, Danikám. Csak mondjuk, hogy nem akár, senki ne egy ilyen hétköznapi fűrészt képzeljen, ez egy kétkezes fűrész. És próbálja csíkba húzni majd, úgy nem fog elakadni. És minél hosszabban próbálja húzni a fűrészt. Olyan fogai vannak, hogyha valaki alá teszi a lábát, azonnal amputálás, nem? Tehát, hogy nézd meg azokat a fogakat. Több foga van, mint Bobeknek. És az anyósomnak együtt véve. Gyerünk. Szerintem kezdjed, Danikám, húzzad, jó? Ne vackoljunk. Óra indul, jó? Elindítottuk az órát. Hát, Dani teljesítménye. Alakul. Egyenesen, Dani! Kicsit elakadni látszik a fűrész. Tulajdonképpen most vagyunk ott, ahol a világcsúcs már levágja. Igen. Vagy a világcsúcs tartó már levágja. Nehéz, Dani! Ennyi nehéz. Nem baj, jó ez. Baj. Területi bajnok lehetnél, ha mások nem indulnának. Jó? Hát, hogy is mondjam, tulajdonképpen a fűrész majdnem, hogy másfél méter hosszú. Egyenesen kell tolni, na, mondom én laikusként, mert akkor nem akad el. Érted? És értem. Egyenesen tolod. Szegény. Gyerekek, ezt lányok nem nagyon fogják játszani ezt a játékot, már látom. Nagyon durva. Elviekben ugye egy kézzel kellene csinálnia. Nem, két kézzel, ja? Két kézzel, igen. Aha, Feri, csak... ne állj oda, mert lekapják a lábadon. Mennyi a világcsúcs, mond még egyszer? 9 és 10 másodperc között van. 9 nagyon és 10 durva. Másodperc. Jó, de az versenyfűrész, érted meg edzőfűrész. Hogy vagy? Hát fáradok. Danikám, hát ugye pihendőj le egy kis. Hagyjad, nem érdekes. Aha. Majd belógunk Csabihoz egy órácskát még. Feküdj le nyugodtan, hát nem, igen. Jó. Figyeljetek, na, rakjunk be egy zenét. Megy a stopperünk egyébként, mérjük? Igen. Csak mondjuk, gyerekek, hogy aki a legjobb időt csinálja meg egész héten, igen, az majd egy nem akármilyen kis fűrész nyer ajándékba. Úgyhogy az egész heti... Hoppá! És meg is vagyunk! Sok kérünk Daninak! Mennyi az idő? Mennyi? 1:12. 1:12. Az nem rossz. Hát de igen. Az de. A világcsúcshoz képest nagyon. De. Jó, a következő játékosunknak is vágjuk be ugyanaddig, mint Daninak volt, és egyébként elárulom neked, hogy a fűrész, amit a héten meg lehet nyerni, annak van ugye a márka neve, és az, hogy MS, tehát Morning Show szám, nem tudom mi a száma. Megőrülök tényleg? Aha, képzeld, egy MS fűrész lesz. Ugye 10 ember fűrészel majd a különböző nagyvárosokban, és a 10 ember közül, aki a legjobb időt csinálta, az még egy plusz ajándékot is nyerhet, illetve kettőtök közül, aki nyer, az pedig ugye itt a helyszínen kap egy ajándékcsomagot. Jó? Úgyhogy gyere akkor ide mellém egy pillanatra. Mi a keresztneved? Laci. Jó erőbe vagy, gyere állj ide mellém. Sportolsz valamit? Hogy mit csinál? Hát bicajja vagyok. Azt pillanat is meg. Akkor lábbal is úszhatod. Amatőr bicajos vagy. Hát akkor a bicajosoknak olyan kicsi a felső teste, nagy a lába.
Nem? Nem vagyok. Én nem átlagos vagyok, én inkább vagyok felülvastag. Kell, meg kézzel tekerszi, világos. De csináltad azt, hogy lefekszel, megfogod lábbal a fűrészt, amit a Jani mond, egyébként is lábbal húzogatod. Hogyha akarod, vagy hogyha ugye mondjuk egy otthonosabban mozogsz, akkor felvejsz egy spandex gatyát. Nem, azt most otthon hagytam, azt most otthon hagytam. Elsőben nem jó azt hordani, mert nagyon belevegősödök. Az igaz. Na, figyelj, megfoghatod a fűrészt, jó, indítjuk az órát. Okay. Ha sikerül jobb időt csinálni, mint a versenytársad, akkor tiéd az ajándékcsomag, sőt, lehet, hogy a legjobb idő lesz az egész héten, akkor viszont egy nagy ajándékot kapsz. Mehetünk? Mehetünk. Na jól van. Oké, 3, 2, 1 és tessék! Jó, ide szép technológia, sehova nem halad. Nagyon jó. Nyomjad neki! Gyerekek, azért figyelj, van lendület, el ne törd ezt a drága fűrészt, édes gyerekem, hát tudod te ez mibe kerül? Figyeljetek, holnap Miskolcon reggel, mikor még nincs kint senki fél hatkor, csináljunk már alázzuk már meg magunkat mi is, hogy mennyit csinálunk. Aki belefér a 3 percbe, azért az ajándékcsomag, jó? Jó, igen. Okay. Akkor ez a faforgácsodat az a viheti, majd toll helyett párnába. Micsoda, Bobek erre ráfekszik ezt a imádja. Na, hát versenyzőnk, szerintem jobb időt alakul. Kell futni. Jó, vagy az csak megakasz. Egyenesen told, mert egy kicsit, ha tehát ez a lassan jár, tovább érsz technikával csinálod, akkor jobban tudsz haladni. Már a felénél fal egyébként ez a kis, hát nem azt mondom, hogy diós beigli méretű kis farőnk, mert hogy annál azért jóval sűrűbb. Meg ha egy picit magad felé döntöd a fűrészt, akkor nem vágod a térkövet is. Az nehezíti. Na, alakul. Jó, jó, ez mindjárt meg lesz. Hány éves volt a fa? Jani, számold már a gyűrűket, légy szíves. De úgyhogy tartod oda az ujjadat. Egy kaliforniai mamut fegyőt öltek meg ezért. Ne, hogy... Azt mondja, hogy én nem tenném oda a kezem. Figyelj, Jani, legalább 30 éves fát. Na, mindjárt lesz. Le, és meg is van a vége. Nagyon jó. 1-0-6. 1-0-6-tal! Figyelj, ha most ezt a korongot a stúdió felé dobom, akkor Bobek elkapja foggal. Nem, akkor ebben Bobek belehal, az anyósom pedig megöl. Na, hát ez nagyon ügyes volt, úgyhogy akkor adunk neked egy szép kis ajándékcsomagot, jó? Gratulálunk! Ez az 1-6, ez lehet, hogy annyira jó, hogy ezt a héten senki nem fogja megdönteni, akkor viszont egy nagyon szép nagy ajándékot is adunk még neked. Nem nézzünk meg egy főnökit? Egy 20 másodperceset? Ha megnézhetjük, tényleg, hogy ez hogy azt néz ki. Nem nézhetünk meg egy 20 másodpercet, hogy hogy néz ki ez élőben? Jó? Jó, tudjuk, ez izé edzőfűrész, akkor 25. Na, tényleg. Na, megnézzük, hogy csinálja ezt egy versenyző. Na. Jó? Technikája van, azt szeretnénk ellesni a holnap reggeli versenyünkre. Van egy technikája. Jó. Igen, ha bekészül. Na, igen, bekészül. Idáig jó vagyunk. Kis terpezen nem mondasz egy keresztneve? Daddy, inkább azt mondom, hogy Daddy mindenki így ismer. Daddy nekiállt egy ilyen kis harántervezbe. Fűrészes ugye? Körökben így ismerik, fűrészes körökben egy nagy tervezbe, két kézzel fogja a fűrészt. Igen. Igen. Egyelőre nagyon nem tér el attól, amit versenyzőnk csináltak, csak a testtartás más, ugye? Ezt a részét még tudom szemmel követni. Azt na, lehet, hogy áll. Lehet. Aha, nézve, végig húzza. Egészen más a technika. Azért hát gyerekek, haló. Egy perces tízes időnk volt, meg egy hatos időnk volt. Pillanatokon belül Daddy lefűrészeli ezt a fát, ami ugye nem egy versenyfűrész, hanem egy edzőfűrész, de hát megközelítőleg se ugyanaz a tempó és a sebesség, amit a versenyzők csináltak. Aj, Daddy, azt a végre nagy tapsot kérünk! Mérted? Menj! 24 másod. Az szemtelen, 24. Szemtelen Daddy kép, tényleg. Kezdesz kiesni a gyakorlatban 24. Ez már visszafejlődés. Látom magam holnap reggel, hogy fél lábon fog ugrálni, mert térben elvágom magam. Egyszer megcsináltátok egy műsorban azt, hogy a Janit ketté vágtad. Igen, igen, az a Wunderben volt az utolsó. Azért vagyok ekkora. Ez csak az alsó teste, viszont nagyon ügyesen beszél. Holnap Miskolcon megnézzük fél lábon, amikor még nincs ott senki. Jó, meg. Jó, na, amikor nincs ott senki, mi? Ne. Nem járhatom le magam. Mi kette Ferivel nagy nyilvánosságból, te pedig majd ott mutyiba. Én megcsinom 3-6-kor, ti meg 7-kor adásba. Jó. De várjál, de addig végzel. Nagyon szépen köszönjük, holnap folytatjuk. Jó, köszönjük szépen. Oké, mi pedig tartunk egy rövid szünetet, aztán jövünk a nap legjobb pillanataival. 3:40 lesz, pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Látjátok? Látjátok? Igen. A mágia. Segített. Ami valami? Kisütött a nap. Ha egyszerre sok ember kíván valamit, akkor az időjárás befolyásolható. Látjátok? Nem, az a baj, hogy a Feri egy 8-as misét tudott csak már befizetni. De holnap korábban fogunk ennek a dolognak nekifutni. Egy helyes engesztelő szentmisével fogjuk kérni az urat, hogy könyörüljön meg rajtunk, és adjon nekünk egy kis napsütés Miskolcra. Így van, de itt most nagyon szép idő van, így van, holnap pedig Miskolc, ugye megyünk tovább, Centrumáruház oldalában állítjuk fel az üvegstúdiót, várunk mindenkit szeretettel. Holnap is, akik regisztrálnak, azok közül 10 előtt sorsolunk majd 100 000 forintot, úgy, ahogy ma is ezt még valaki megnyerheti, még nem késő regisztrálni, és majd sorsolunk egyszer 500 000-et is, ha véget ér a turné, arról majd Csabi mond még egy-két mondatot.
Na, mi pedig mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk. Hát hétvége óta borzolja a kedélyeket Conchita, az európai sajtó lángokban áll, mindenki a halálát akarja, miközben az európai nézők mégis megszavazták, 25 ország maximális pontot adott, az európai sajtó szerintem kis elszent módon pedig a pokol kénküves tüzén akarja Conchitát elégetni. Arról beszélgettünk hét után, hogy jó, nem jó, mit szólnak a gyerekek, más véleményen voltunk, kell egyet nézni, jó, ha egy ilyen nyer, egyáltalán mit csinált ő az Eurovízión. Máshogy gondoltuk, megvitattuk, valamint fölhívtuk Klein Dávidot, aki ugye nem sokára csúcstámadásra megy. Bizony, most már visszament ugye még egy kicsit pihengetni az alaptábor alá, megvárják az ablakot, időjárás ablak, ugye? Ezt így tanultad van. Ma? Időjárási ablak. Így van, és akkor neki szalad a hegynek. Lezavarják természetesen még a gyöngyúkokat a csomolunkba oldalából, hogy ne zavarják őket a mászásba, és utána indul. Így van, tehát Klein Dáviddal is beszélgettünk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 9 perc múlva pontosan 10 óra. Mi a retek van, drágáim? Na mi van, karmester? Semmi? Gyerekek, vége, összeomlott a közönség. Ennyi volt, amit egész reggel jól csináltak. Azt most visszavonom. Egyes, na Debrecen. Most, vagy megmutatjátok meg. Most? Óriási, Feri, mint egy karvester, hát vezényel komolyan, az égre néz, áldást kér. Nagyon jó. Mondtam neki, gyere, mindjárt vége a kis ismétlésnek, Bali, beköszön és ráki. Beintek. Nem, még mindenki a Best of hatás alatt ott Conchitát vizualizálta maga elé, és ott minden, mindenkinek rátszakadt minden. Na, sorsolunk, ugye, mert hogy minden helyszínen mostantól kezdve még a turné maradék 4 állomásán lehet nyerni 100 000 forintot, ez nem kellett más csinálni, csak egy regisztrációs kártyát kitölteni, bedobni a hostess lányokhoz, mi pedig egy valakit kihúzunk, aki 100 000 forintot nyer, ugye? De semmi, hát egy regisztrációs kártya kidöltésével egy 100 000 forintot nyerni. Zsebben, nyugi. Átszámoltam, csak 90 már. Ja. Az nem egy nagy dolog, és ezt a 100 000 forintot visszük egyébként mindenhova, vagyis pontosabban tulajdonképpen ugye mindenhol újabb 100 000-et adunk, nem azt az 100 000-et visszük. Hol van a kis úrnánk, hogy miből sorsolunk? Itt van? Itt van. Zsuzsi, jön. És hát annyit még azért tegyünk hozzá, hogy van folyamánya a napi 100 000-nek jövő hét hétfőn. Igen, jövő hét hétfőn 500 000-et sorsolunk, de ezt Csabira hagytam, hogy neki is maradjon valami, hogy mennyire azt majd ő elmondja. Mennyire nagy király vagy, ha? Mennyire. Na, Balázs nemrégiben végzett el egy közjegyzői tanfolyamot is. Igen, kérdezem, hogy Aranka a közjegyző minden rendben találta a sorsoláson. Megkérdezed? Sebestyén Aranka közjegyzőnket kérdezem, mindent rendben találta-e a sorsolás folyamán. Még soha nem volt, hogy egy közjegyző azt mondja, hogy nem. Akkor mi van élőadásban? Azt mondja, nem. Na, akkor izé. Akkor itt vége van a bulinak, bezár a bazár, viszontlátásra mindenkire, jövő héten újra találkozunk. Na, itt most még most regisztrálunk, igen? Dobjuk be kék őket rakonok. Is. Nincs oda, lezártuk. A stábtagok? Anyád, a apád, Zsuzsik. Anyukám itt született. Igen. Ugye? Még bedobott egy párat. Na, keverjél rajta egyet, Jani, jó? Hány ismerősödet dobtad be te is? 30-at. Azt hiszem, hogy hülyül, de nem. Ja, és ráadásul nem, hisz 32. Na, jól van, oké. Okay. Nagyon na, fontos, hogy itt kell legyen a nyertes. Itt kell legyen a nyertes, addig legyen. Húzunk, amíg nincs. Ha nincs itt 11-ig húzunk, elmarad a kívánságműsor, addig innen el nem megyünk, amíg valaki nem nyer. Húzol, Jani, neked az úgyis jól megy. Hm? Na, azt mondja, hogy ebben otthon vagyok. Igen, abban te vagy a legnagyobb. Jó? Na, figyeljetek. Húzzál ki egyet. Jó. Nagyon akkurátus, úgy megkeveri. Na figyelj. Rajta múlna 11-ig keveri. Ne nézd, Jani, ne nézd. Felemelem, hogy lássák. Jó, majd én tartom neked, tessék. Na. Most fogják eltörni most a doboz, gyerekek, hát, megnyugodhatom. Ne nézd bele, úgy. Gyerekek, ahogy mi húzunk. Az... Húzzon a bobek! Hé! Mivel? Ja, tényleg. Nem olyan okos, hogy nem tudja ezt kihúzni. Figyelj, Jani, kihúznál egyet, tényleg. Jó, oké, megvan? Na, remélem olyat húztál, akinek el tudjuk olvasni a nevét. Mutasd, vagy olvasd. Nézzük egyszerre. Hm? Nagyon jó, kettőt húztál. Ja. Melyik legyen, a jobb oldali vagy a bal oldali? Mai világban ilyet kérdezni? Mersz még ilyet kérdezni a mai világban? Na? Na, mi van? Ne lessél. Jó, na figyeljetek akkor, a 100 000 forint nyertese itt ma Debrecenben Vadon Hajnalka. Szilinyi Magdolna. Szilinyi Magdolna. Tegye fel, ott van! Hoppá! Magdolna! Hoppá! Támadj, Feri! Sziasztok! Szia! Hello! Nagyon örülök. Ebben a pillanatban nyertél 100 000 forintot. Úristen, el sem hiszem. Csúcs! A mellett ő a párod? Alig találtuk ide, komolyan mondom. Pestről jöttünk, és... Pestről jöttetek ide ezért? Nem, először Hajdúszoboszlóra ezért, hogy utána itt tudjuk kezdeni a reggelt.
De Hajdúszoboszlóra nyugtass meg, hogy nem miattunk mentetek. De. Mi azt hittétek, hogy ott vagyunk? Vagy? Nem, hanem hogy onnan közel van Debrecen. Ja, hogy lementetek Hajdúszoboszlóra, és onnan átjöttetek Debrecenbe. Igen. Aha. De egyébként pestiek vagytok? Igen. Tényleg? És csak igen. Miattunk utazhatok most 200 km. Hát a benya pénz már visszajön. Nem miattunk a 100 000-ért, érted? Nem is tudtuk, hogy van ilyen játék. Hogy hívják a párodat? Laci. Laci. Laci, nagyon boldog vagy. Nagyon. Erről tulajdonképpen nem akart jönni, tudod? Tehát a benzin az nálaga. 10 perc ezelőtt más volt a helyzet, teljesen. Nagyon összevesztünk, mert nem találtunk ide, és egymást okoltuk, hogy melyikünk a hülyébb, és... És itt kóvályogtok valahol egy órája, tényleg? Igen. Ez egy jó kis happy end. Igen, és beestetek, nagyon... töltöttetek egy szórólapot. Úgy van, úgy kellett kikönyörögni, hogy még az utolsó pillanatban adják ide. És mentek is most vissza Pestre? Hát még megvárjuk, amíg itt elpakoltok. Nem, azt mondja, megvárjuk, míg idadod a 100-as kisfia hatáhúzunk. Húzunk. Addig innen el nem megyünk. Na, mi lesz a sorsa a pénznek? Mit csináltok vele? Hát... Nem, inkább a főnök. Bőven van helye. Szóval bőven van helye. Bőven van helye. Igen. Na, ígérd meg, hogy holnap nem jöttök át Miskolcra. Igen. Gyerekek, aki egyszer nyer 100 000-et, az már nem nyerhet. Kell még egy kérdés, hogy meglegyen az ajándék, jó? Súgjatok. Na, nagyon nehéz a kérdés, az így szól, hogy mi a holnapi helyszínünk. Miskolc. Nagy tapsot nekik! És tudja! Őrületesen nehéz kérdés. Jól van. Na, költsétek akkor jó dolgokra, jó? Ez biztos, köszönjük. Örülünk. Ha valahogy kérjetek útbaigazítást Pest felé, hogy ne tévedjetek el, jó? Egy GPS vagy valami. Köszönjük szépen, drágák vagytok. Jól van? Óriási. Hívjuk gyorsan a nap hallgatóját, ugye, ha mondja, hogy morning show, akkor ajándékcsomag. Mondjuk egyébként, hogy ez... Itt van valaki vonalban? Ja, nem most. Ez a 100 000 forint minden helyszínen lesz. Morning show! Hey, hello! Na, nem gondoltam volna, hogy sikerül. Sziasztok! De bizony, jó reggelt! Hello! Jó reggelt. Renátó, jó helyen vagyunk? Igen. Na. Gondoltam, írok ide valami poénosat az Eurovíziós Dalfesztivál tegnapi osztrák győzteséről, de csak szakállas viccek jutottak az eszembe. Jó, szellemes, ezzel telettél a nap hallgatója, Renátó. Köszönöm, nagyon örülök. Már próbálkoztam egy ideje, úgyhogy... Hol hallgatsz minket helyileg? Melóban, Győrben vagyok éppen. Győrben. Na, hát akkor viszont ha ott melózok ki is, tudsz jönni majd. Csütörtök. Igen, megpróbálkozok vele, úgyhogy... Igen. Fogni az üvegstúdiót, hogy ne vigy el az ork. De ne! A ciklón, a cél! A vészmodár. Jó, küldjük neked az ajándékcsomagot, jó? Köszi, Renátor. Köszönöm. Sziasztok. Szia. Ciao. Na, és 10 óra magasságára kisütött a nap Debrecenben. Én bíztam benne egyébként, hogy legalább egy olyan nap lesz a kitelepülésen, amikor indokolt lesz Balázs napszemüvege. Túl is vagyunk rajta, holnaptól már nem kell. Igen. Van egy szűrőkamionunk, ugye itt nem messze. Mondjuk egyébként, hol áll pontosan ez a szűrőkamion? A térem. A térem. Melyik téren? A nagy térem. Ott a Namahalra. A templom van. Több mint 30 féle különböző szűrővizsgálaton esett át ott mindenki. Kossuth téren. A Kossuth térén így van, tessék elmenni, megnézni, hogy egészségesek vagytok-e. Szívdobbanást mér, vérnyomást mér, cukrot mér, plusz még 30 minden innyé van, fontos. És tényleg egy csomó mindent meg lehet nézni. Várják szeretettel a debreceni egészségükkel törődő hallgatókat, úgyhogy menjetek oda, jó? Csak mondom, hogy az előbb leadtam a szívdobbanásomat, hogy beküldt. Én mondtam a doktornének, hogy nagyon sietek, hát nem akarom ezt az egész cirkuszt, hogy csak a lényeget. Azt mondja, jó, hát akkor megnézem, rátette, szóval nincs nagy baj, akkor menjen. De mondom, a kicsit azért mondja meg. Igen, azt majd adás után. Ne, te péntegen mondják meg a rossz hírt. Jó? Úgyhogy oda tessék szűrni, menni, ami nagyon fontos, ha pedig minden igaz, Csabi már itt van velünk. Csabi kám, jó reggel! Hogy ne volnék, szevasztok! Hello Debrecen! Hello! És nagyon fontos, hogy akik nem nyerték meg a 100 000 forintot ott Debrecenben, de regisztráltak, azok ugyanúgy esélyesek a 500 000 forintra, mint azok, akik aztán majd játszanak itt a Klassz FM-en 10 és este 6 között a Mit dobolunk a konzervdobozokon játékon. Ennek a részleteit nem sokára majd a hírek után elmondom. Bizonyám. El kell küldeni az SMS-ben egy szócskát, ugye? Vagy hát annyi van, hogy én mutatok egy részletet, egy dal részletet, amit a Garami kollega dobol, mert ugye ő dobos is, konzervdobozokon, és hogyha felismeri a hallgató ezt a dalt, tudja az előadót, akkor elküldi SMS-ben a konzerv szót, és ezzel már is jelentkezett a játékra. Szerintem nem a konzerv a jó szó, hanem az 500 ezer. Szerintünk is. Szerintem igen. Is, Csabi, úgyhogy 3-1. Az én papíromon a konzerv a jó szó, tehát 10 és 6 között a konzerv szót tessék elküldeni. Nézd a rohadt e-mailjeidet! Nézd már meg az e-mailedet!
Nincs. 500 000 és számmal kiírva, csak azt. Jó, ez el. Működik a Morning Show-ban. 10 és 6 között a konzervátor. Csabi, 500 000 van nálad is, hidd nekünk, kérlek, tényleg hidd el, hogy nem konzervszót kell elküldeni, hanem 500 000 összeggel, jó? Hidd nekem, tényleg, tudom. És plusz a konzerv. Nem kell. Értett, hogy visszamegyek vonattal. Gyere! Hétvégén volt egy e-mailezés, nincsen, higgyél nekem, nem mondok hülyeséget. Csak téged nem tettek rá, mert... Mi közöm hozzá, persze. 500 000, ezt kell elküldeni, Csabikám, nem te tetsz. Erről 500 000, jó? Jó. Szép napot neked, Csabitól lehet kérni dalokat, remek zenei lesznek 10 után. Ráadásul hozom a Clean Bandit nevű csapatot, ők egy új zenekar, keverik egy kicsit a klasszikus zenét a mai modern zenével, még csellósuk is van, és az első lemezük nemrég jelent meg, erről hozok egy újdonságot Radar Beat címmel. De jó az. De ez egy vadonatúj szám, nem konzerv, ugye? Nem, senkinek nincs szakála a zenekarban, amennyire tudom. Nem a Csabi tehet róla, hanem az, akinek szólnia kellett volna. 555-55-00 ez a telefonszám. Jó, itt lehet Csabitól dalt kérni. Köszönjük nektek, hogy ilyen drágák voltatok, és ennyien kint voltatok, mert nagyon-nagyon sokan voltatok itt Debrecenben, holnap reggel 6 órakor Miskolc, úgyhogy nézd, ott találkozunk. Nézd, milyen rendesek, hát tapson. Szevasztok, Debrecen, ciao. Holnap találkozunk.